Tehát akkor sziasztok. Mindenkinek sziasztok. Sziasztok! Ugye a mai az, amikor nincs élő közvetítésünk, ezt így is hirdettünk meg, de mivel sokan nézik, tehát azért ilyen közel százan megnézegetik ezeket, abból lehet, hogy 90 bankár, most az mindegy is, de ne okozzunk csalódást, ezért ezt is felvesszük, és majd amikor Krisztián fel tudja tolni, akkor megnézhető lesz majd, és akkor ez most nem mint élő közvetítés, hanem mostanában találkozó. Reggelre fenn van, akkor majd olyan címet adjuk, ahogy szoktuk, jó, hogy egy kicsit a stílus legyen az. Tehát azért meg tudnak minket nézni, és akkor innen is puszíjuk azokat, akik később néznek minket. Jegyzőkönyvet ki fog ma írni. Csilla írja a jegyzőkönyvet. És ma újjak. Nem jöttek? Te csajod, ugye? Nagyon gyűni. És nagyon tud, no. Nem csak írni. Nagyon jól alakulnak a dolgainkban, nagyon sok mindenről fogunk beszélni, és szerintem nagyon fogjuk élvezni ezt a mai találkozót is. Én legalábbis, amikor készültem rá, akkor nagyon élveztem. Nagyon sok jó dolog történik mostanában velünk, és én nekem van egy ilyen kicsit olyan érzésem, hogy a szilveszteri buli az egy picit már lehet, hogy ilyen győzelmi ünnep is lehet. Az látszik, hogy mind a bankárok, mind a hatalom az olyan szinten ki van ránk, hogy egyszerűen meg kell, hogy oldják. És látjátok, már az MNB is arról beszél, hogy meg kell oldani, mert itt akkor balhé lesz. És nyilván, hogyha még az emberek meg is fogadnák a ne fizest, főleg a ne fizest, ha perej tiltakozt, akkor ebből hatalmas buli lehet. Egész egyszerűen, ha mostantól valaki csak a karácsonyi ajándékra félretenni azt, amit egyébként befizetne a mocskos bankjának, akkor az önmagában elég lenne ahhoz, hogy tényleg kényszerítse az egész bankrendszer. De már az is, hogy ugye a 30 ezer, vagy nem tudom mennyi új nem fizető lett, amióta forintosítottak, és 140 ezeren vagyunk, és ebben mindannyian benne vagyunk, ez nagyon jó, mindig rólunk beszélnek az MNB-nél és minden statisztikában, akik nem fizetnek, több mint 90 napja nem fizetnek, és ettől ők nagyon parában vannak, és ugye egyre több ember azt mondja, hogy én akkor miért fizessek, ha ezek nem fizetnek, és semmi bajuk nem lesz. Sőt, bejárkálhatnak bankokra, vagy bejárkálhatnak a rendőrségre, tüntethetnek a kurián, az alkotmánybíróságot, és bárhol. Igen, fejezd csak be. És bárhol tüntethetnek, és semmi bajuk nincsen neki. Hát akkor én mi a frasznak fizessek, hülye vagyok, én gondolják ők, és ezért egyre többen nem fizetnek. Igen, sőt ugye azt is láthatják, hogy a bank csak azokkal egyezkedik, akik így nem van, fizetnek. Így van. Mert aki fizet, az egy jó adós, abban soha az életben egy forintot nem fog megengedni a bank. Tehát akkor érdemes fizetni? Nem érdemes fizetni. Tehát én azt mondom mindenkinek, hogy most itt abba kell hagyni a fizetést, és ha még a novemberit nem fizette, azt már nem fizesse be, mert a novemberi, decemberiből egy olyan karácsonya lehet, amilyen már nem volt neki 10 éve. Most lenne egy karácsony. Így van. Sőt, még azt is írták, hogy azok se fizetnek, akik tudnának. Hát persze, hogy nem. Hát persze, mert látott minket. Hát ugye lát minket a Facebookon, lát minket kint a tüntetéseken, benne vagyunk a híradóban. És hát persze, hogy nem fizet. Hát miért lenne már hülye? Hát lassan ez folyik, majd minden van. Hülye vagy te, hogy fizetsz? Persze, hogy hülye vagy. Ez a baj, hogy csak látnak, mint hogy ide jönnének. De foglalkozz vele, elég, ha nem fizetnek. Tehát bőven elég, ha nem fizetnek. Nem is kell. Eljön, nem sokkal volna. Nem is kell. Egy adatban azt olvastam, hogy 30 ezer adós nem fizet a forintosítás. Igen, 30 ezer lett új olyan nem fizető. Szerintem tapsoljuk meg őket. Ügyesek vagy. Az a legrosszabb a banknak, ha nem megy be a pénz. Persze. De abba fog beledögleni. Vele nem történhet. Ugye már 2013-ban is azt kantáltuk, hogy a bank halála a pénz hiánya, és meg fogtok dögleni mocskok. Meg is fognak, tehát egyébként nagyon jó úton haladnak e felé. De ez csak azért lehet, mert ez a jó kis csapat itt létezik. Mint most már egyetlen, tehát én azt gondolom, hogy úgy nagyon kikopott mindenki az aktív ellenállásból, és pont ezért minden figyelem ránk szegeződik, minden remény bennünk van, tehát ez is én azt gondolom, hogy itt van, és egyre többen drukkolnak nekünk, és egyre többen a legegyszerűbbet, a nem fizetőst azt azért bevállalják, ami egyébként szerintem önmagában is elég tudna lenni.
Viszont van mai évfordulóm, mert én nem nagyon szoktam magamtól az évfordulókat számon tartani, de hál' Istennek van mindig, amikor valaki figyelmeztet, most például a Facebook figyelmeztetett, hogy 2 éve történt valami, ami nagyban befolyásolta az egész eddigi életünket, és nagyon örülök, hogy megtörtént. Sok ilyen történt egyébként, lehet, hogy tegnap is, meg tegnap előtt, meg máskor is volt, de mivel erre hívtam most fel a Facebook a figyelmemet, ezért én most ezt emelem ki, hogy Györgyikével ismerősök vagyunk 2 éve a Facebookon. Puszi neked! Neked is akkor ezek szerint kiírt a reggel a Facebook. Örülök az ilyen emlékeztetőknek. Tehát 2 éve ismerjük egymást Györgyikével, akkor Spanyolországból, ugye? Vagy hol? Argentinából, még messzebbről. Argentinából 8 hónapig csak figyelt és levelezett, és amikor megjött, ahogy ígérte, ugye sok ilyen ígéret volt előtte, ezt most őszintén megmondom neked, persze ez is egy ígéret, aki azt mondta, hogy hazajön és jön, és akkor egyszer csak bejött, megígértem, és itt vagyok, és rögtön zászló, és mindenhova viszi, úgyhogy nagyon köszönöm, és nagyon örülök neked, és mindenkinek. Hát ez egy nagyon komoly évforduló volt, és bocsánat, hogyha valaki erről majd nem emlékezem meg, azért volt, mert mondjuk a Facebook nem jelezte nekem. Ja, én ezeket nem annyira tudtam rajta, hogy írta. Ugye? Én is nem tudtam, hát ugye nem szokott ilyet kiírni, de ma ezt kiírta. Na, másik jó hír. Judit megkért, hogy tolmácsoljak egy üzit nektek, Dán Judit. Egyrészt sajnálja, hogy nem volt ott szombaton, és sajnálja, hogy nem volt ott kedden is. És azt kéri, hogy egyrészt ne aggódjatok, ne legyetek rám érgesek, hanem örüljetek vele, ugyanis az történt, hogy összejött valakivel, megismerkedett. Aki nem, igen, örülök, látom, hogy van, aki így örül már, igen, ki is kutatja. Nem ennek, bocs. Igen. Mondd el, elmondom, jó? És majd utána. Mert hogy erre kérdez, hogy ezt mondjam el, és a héten még egész biztos nem, azt nem tudja mikor, de ez az illető el fog nem sokára utazni, és minden pillanatot vele akar történni addig, amíg elutazik, úgyhogy majd utána meg meglátjuk, hogy mi lesz, nem ígér semmit inkább. Ez az, akinek kint volt Svájcban? Nem, ezt is kérte, hogy mondjam meg, hogy ő nem az, tehát ő egy teljesen más valaki, aki egy nagyon jó lelkű, nagyon hozzávaló egész életében rávárt, és most jött el. Nem tudom, mert ő most elutazik, tehát azt mondta, hogy el fog utazni viszonylag hosszú időre. És egyébként ő sem Magyarországon él, csak most van itt Magyarországon, de magyar az illető, és tehát nagyon nem sok időnk volt beszélni, de ódákat renget róla, hogy mekkora az életében ez a dolog, és mi mindenért jött ez neki össze, az már egy másik történet, de majd megfogjátok. Ha meg tudjuk ismerni, akkor biztos, hogy ahogy ő elmondta, ha olyan, akkor jó lesz. Na, én azután kedves Krisztiántől elnézést kérek, csak tudod, én olyan vagyok, hogyha engem valaki megtisztel a bizalmával, akkor én azt nem adom tovább. Tehát én hazudtam neked a kocsiba. Elfogadtam. Én kérdezte, hogy mi lehet az oka? Hát mondom, én honnan tudtam? Judit, elfogadjuk a választ. Megkért, hogy mondjam el, felmerült a kérdés, hogy te vagy én. Tisztelet és becsület neked ezért. Igen, tehát én sem mondtam volna, ha nem kéri ezt kifejezetten, hogy mondjam, és ezt üzeni nektek. Tehát ez így korrekt. Olyan boldog voltam, mondom, Judit, mosolyog a hangod, egyen meg a szívedet. Jaj, de jó. Igen. Jó, menjünk tovább, szilveszter. Ugye nagyon hamar ránk fog törni ez a szilveszter, ugye szilveszterkor tartjuk a szilveszteri bulit, ez is különleges, mert eddig egyszer sem szilveszterkor tartottuk. Valamit jelent, egyrészt azt, amiért el is indítottuk, hogy mégiscsak egy nagy család vagyunk, és ugye a család együtt ünnepel az ünnepeken, tehát nem úgy, mint mondjuk tavaly is, hogy tartsuk meg előtte vagy utána, mert a szilveszter mégiscsak a családi, hát a családi, akkor együtt van a helyünk, tehát ez teljesen rendben van. Felvetődött a zene kérdése, tehát hogy milyen zenéket játszunk. Ez onnan vetődött fel, hogy Magdi felajánlotta, hogy a párja összeállít egy zenét, aztán felmerült, én is emellett voltam, hogy hát vannak nagyon jól összeválogatott zenéink, az utcabál zenék, ami önmagában egy közel 4 órányi anyag már most, és el kellene döntenünk, hogy mi mulatos zenéket akarunk, is. Vagy hát azt azért döntsük el, hogy ugyan, mert 4 óránk van az utcabálba. Tehát azt tudom, hogy ezzel rengeteg melója volt Juditnak, ezt összeválogatni, ebből kiválogatni megint, hogy melyik nem, megint, az megint 2 nap. Tehát döntsük el, hogy melyiket akarjuk, mert nagyon nagy meló volt ezt is összeállítani. Az rendben van, Laci, de ez nem egy olyan zene, ami
Hát én azért, amikor a hosszú hajam lett volna, tombolt ki te özömi, tombolt ki magad, hát ez egy ilyen emulat, hogy reggel igazít, már bocsássatok meg. Na, szívesztelkor nem muszáj. Döntsétek el, nekem mindegy, engem a tánc közben a zene abszolút nem szokott zavarni. Pedig nagyon az alapja a zene. Nem is kezdene. Van erre jó ötletem, szerintem a kettőt vegyesen, mert ugye akik ott muzsikálnak, ők is szeretnének murizni is egy kicsit. De nem lesz muzsika. Nem jönnek a összerakna nekünk egy jobbot. Hát jól mondom, összerakna. Igen, és akkor ebből is egy kicsit. És ki fogja összeválogatni majd közületek? Nem kell azt összeválogatni, hanem hogy közben átmegy. Megy az egyik sorba, és akkor megmondjuk, akkor átmegyünk a másikra, és adunk más sorba. Naci, én két hete mindenféle munkálatok közepette és főzőcskézés közepette kipróbáltam, hogy mennyire lehet csak az egyes számú összeállításra murizni. Ugye én a kertben voltam, ez meg a szobából szólt, tökéletesen. Válogatás nélkül. Hát úgy megy, ugye most a sátorozóson is úgy ment, válogatás nélkül, véletlenszerű lejátszásban. És azért velünk tomboltak a McDonald's-nál szembe, tehát én azért ezek a nagyon ütősek ezek a dolgok, főleg, hogy egy kicsit oda. Ott énekelt, ez nem baj, csak... De most ez más, azért ez egy kicsit. Akkor mi legyen, ezt döntjük el együtt? Vegyes. És szerintem mind a kettő, vegyes. Vegyes lesz, akkor megkérjük Magdit, hogy állítson nekünk össze. Ő is egyet, ez is ott lesz, és akkor majd valaki kezelje. Tehát ugye az lesz érdekes, amikor egymás kezét csapkodjátok majd, hogy most én ilyet szeretnék, most én olyat szeretnék, tehát vagy legyen egy DJ-nk, aki megmondja, és akkor nem szólunk bele, vagy pedig... Csak ez nem döntött el. Ezt a Krisztián, hogy mi ki a fenne az ezt azért légy szíves, ne tedd bele. Nem akarom megsérteni. Benne volt. Ki az a Dominik? Ki az a Dominik? Mi is itt pusmogunk rajta Zsuzsival, hogy fognunk kell egy Dominikot, mert azt mondtad, hogy hívják úgy az ember. Van Dominik, de mondom, nincs Dominik köztünk. Ez a DJ Dominik. Az a DJ Dominik. Hát jó, hát a DJ Dominik úgy gondolja, hogy felemelni az ő hírnevét. Ha itt a DJ Dominik, tehát igen, mert hírneve, sérült gyerekekkel foglalkozik, és minden DJ-re legalább 10-15 sérült gyereket visz. Mikor a Pecsa még volt, akkor oda biztos legalább 20 tanulszékes, amikor Dominik ott volt, mindig valamit magában. Tehát ővel azért nem vicceljünk. Nem viccelt. Én azt gondolom, hogy nem kell ezt ennyire fölbakni. Akkor viszont köszönjük neki, hogy ilyen jó nagyon jól teszi, örülök neki. Ettől még nem biztos, hogy én nekem kell tudnom, hogy ki ő, mert nem szoktam oda járni. Csak így fölmerültem én azért. Igen, azért mondom, nincs ezzel probléma, tehát ha nem tudjuk, nem tudjuk. Akkor már kezdtünk valamit tudni róla. Hogy tudjunk róla. De jöhet oda is, hogyha van kedve, és szeretné, hogy ebben is neve legyen neki. No, menjünk tovább, akkor szia, szilveszter, igen, hogy kaja, pia, erről most beszélünk, vagy még ráérünk erről? Improvizálunk. Jó, oké. De lesz. Nyilván ez teljesen egyetem. És hol lesz? Krisztina Hotel, Györgyike felajánlotta, úgyhogy hasonló módon, mint a tavalyi, csak most éppen szilveszterkor fogjuk ezt megtartani. Nyilván előbb-utóbb majd meghirdetjük, kivállalja ennek az esemény oldal kezelését. Vagy hogy mennyire hirdessük meg, tehát ez is egy kérdés, hogy abszolút tegyük nyíltá, vagy legyen valamitől függő, hogy valaki jöjjön, vagy nem, vagy csak a szűk mi, akinek konkrétan szólunk. Ez erről, hát szerintem ez egy buli inkább nem annyira hát de ismernek bennünket, szerintem tudjanak rólunk valamilyen formában, nyilvánosság kell tenni, hogy azért bulizik is ez a társaság, nem csak a bankot. De nem, hanem ugye az, hogy kijöjjön a szilveszteri bulinak. Tehát, nem úgy, ahogy tavaly. Én is azt gondolom, de ezt döntsük el, hogy mi legyen. Tehát mondjuk legyen-e megint az, hogy valamit kell hozni, és az a belépő. Igen. És akkor bárki, aki úgy érzi, hogy ellenálló, vagy harcos. Igen. Vagy csak jól érzi. És valaki jól magát velünk. Provokátor lesz, és így. Hát akkor kibaszolni, bocsánat, szóval nem befosok egy szilveszteri bulimogatot, nem fosok egy szent tüntetésen. Marika, zárt helyen leszünk, nem lát senki. Szerinted?
Nem, a Marika arra gondol, hogyha meghirdetjük, hogy jöhet bárki, hogy akkor oda külön. Nem, 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 nem fogja a szilveszterre. Nem fognak oda jönni. Most gondold el azért, ki mert közénbe jönni. Tehát a szilveszterre van. Jó, a harmadatunk. Sok mindenki jön. Nem, nem, tehát ilyen, azért nem kegyenek kérni. Nem, nem. Sárga kulót lesz az ajtó, hogy ki és akkor mi legyen valami neve ennek? Tehát legyen esemény oldala például, vagy csak dobjuk föl néha a fészre? Dobjuk csak. Szerintem nem lesz esemény. Aki nem látja, elolvassa, akar jönni, az úgyis jön, aki megy. De legyen el. Legyen a neve neki. Hát akkor már esemény oldal. Nekem kéne megcsinálni, tudom, de nem tudom. Nem vagy akkor kussolok Én nem tudom. A sárga szilveszter, reszket a bankrendszer. Ez tök jó. Megadtad a címét. Nagyon jó. Sárga reszket a bankrendszer. Igen, a Cserháti meg a Csárga. A Cserháti meg a Csányi együtt énekelt? Csányi! Ezért nem Csányi! Jó, tehát a sárga szilveszter reszket a bankrendszer, lehet, hogy legközelebbi Talin ezt be is énekeljük esetleg. Jó, és akkor oda föltesszük az esemény oldalra. Kár, hogy nem lehet az esemény kép mellé egy esemény videót is tudsz feltenni, vagy esemény hanglejátszást. Ezt tényleg a Facebooknak lehet, hogy el kéne küldeni, hogy az esemény oldal megnyitásakor, mint vannak ilyen weboldalak, lehessen egy rövid, mondjuk egy, akár egy 10-20 másodperces kis videót, vagy csak hangot, és akkor ki lehessen kapcsolni. Vállalja valaki, hogy a Facebooknak ír egy ilyen ötletet? Mert szokta a Facebook kérdezni, hogy van-e ötleted. És akkor ugye ezzel el is lehetne küldeni ezt az esemény oldalt, hogy akkor ide ki is próbálhatnánk. Ugye ennek az lenne nagy sikere, nem? Hogy megnyitja az esemény oldalt, és rögtön jön egy kis hangüzenet neki is. Az jó. Jó, akkor a következőnél ezt a... Milyen címen lehet írni a Facebooknak, azt tudom. A mindenkinek a saját Facebookjába bemész a beállításba, és ott van egy ilyen, hogy írjon nekünk, vagy kérdése van, vagy javaslata van. Szerintem ilyet lehetne tenni. Pedig ki csinálja meg az esemény oldalt? Hát, nyilván az előző bulinak a képeiből javasolnám ezt valamit oda tenni, és akkor ez a kicsit így megfogalmazni, hogy kit várunk oda, tehát mindenképpen valami aktív ellenáll. Tehát én azért azt azért úgy tenném, hogy aktív, semizahiteles ellenálló legyen, és akkor a belépő az, hogy hozzon valami, valami étket vagy itt-ott mindenképpen, sütemény, étel, ital, tehát ilyeneket hozzon. Valamit azért tegyen le, nem a kaja asztalra, hanem egyébként az ellenállás asztalára is. Hát így. Nyilván valaki eljönni és már nem tud hozni, az se olyan nagy tragédia. Tehát étel-ital referencialista. Tehát valamit azért. Vagy belépve a Bucseknak a lakcíme. Igen, például a Bucsek lakcímével. Tényleg a Bucsek. Vagy akármilyen bankár lakcím. Bankár lakcím. Rendőr lakcím. Kedvenc rendőrkapitányok lakcím. Hogy nem fizetünk, és akkor lesz, vagy akik nem fizetnek, szívesen látjuk valami ilyesmit. Igen, aki nem fizet, aki ellenáll, az is az ellenállásnak egy része, hogy nem fizet, perel, tiltakozik. El akar velünk tölteni egy estét, és akkor még azt beszéljük meg, hogy mettől kezdjünk, tehát ugye azért szilveszterkor így kéférni tovább maradni, ugye ha úgy gondoljuk, legalább egy kicsivel, tehát akkor ehhez képest szerintem ne délután kezdjük. Jó, akkor legyen ez a 20 órás. 8 előtt véletlen se. Nem. Jó, a 20 órás. Akkor kezdünk neki teríteni, meg ilyenek? Nem fogunk teríteni, hát szerintem inkább... Úgyis olyan svédasztalos. Tehát ott ki lesznek a kaják, és akkor mindenki eszik, amit akar. Tehát az svédasztalos. Jó, hát nyilván, akik berendezzük, ugye kellene, ugye akkor ilyen szalagok, meg... Akkor a hangosítás, azt számíthatunk?
Figyelj, meg mi szólt, ez eszembe jutott, és most Zsoltra jutott, megint eszembe, így ránéztem szép arcára, hogy és mit szólnátok egy kis karaoke műsorhoz is? Az nagyon jó lenne. 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 Nagyon, de csak pánik el voltok érekelni. Nekem a céges bulikon nagyon jól sikerültek a karaoke partni. És van vagy... 8 lemezem. Igen, ezt tudtam, ezt a múltkor is eddicsekedted, hogy hány másolt karaoke lemezed van. Bocsit, gyárj. Na, szuper, akkor még jobb. Na, akkor jöhet az ellenőrzés, Marika. Tehát még a karaoke lemezünk is gyári lesz. Nem ellenőrzésre gondoltam, hogy... Van, hanem rád zavarókra, hogy... Á, nem. Igen, hát nem viccelhetek. Nézd meg, Ferdinándot megnézni. Tehát létezik olyan, akivel már jönni rendet zavarni. Tehát soha én nyűzikert alkatom miatt. És akkor az ilyen kis nyeszlett emberek ülni. Igen, de én úgy biztos, hogy nem lenne semmi gond. Jó, tehát akkor lesz karaoke, lesz zene, lesz tánc. Kaja, legyen tánc, ne legyenek kártyúk. Van fények is, van fényeket is. Tudom. Fényeket is, jó, fényeket is. Jó. Fényekeket is. Milyen muszke vagy jövő? Jó, szerintem ez a szilveszter, ez már most tetszik. Eddig is tetszett, de most még jobban tetszik. Jó, és akkor ki csinál semmi oldalt, mert úgy mindig ott járunk. Én csinálni, de ahogy jövök, én azt mondom. Hát jó, hát olyan csinálni, aki már csinált ilyet. Jó, megcsináljuk. Jó, jaj, de jó. Hogy is ez a gyorsabb a sárga szilveszter? A bankrendszer? Ez nem járja, mert kétszer évben, egyszer, mikor kérdezik. És magának tetszik, másodjára meg itt a közösség. Az a jó pedig. Igen, én megmondom, hogy jó. Látod, ezek a vastagon szedettek, azok a téma hát az javaslatok, és ezen minden nem csak kétszer élveztem, mindegyik. Egész délen bemültem az irodába, és akkor jelenleg a kulisszatitkot, ez nálam, amikor én készülök erre, tehát gyakorlatilag már most elkezdődik, ide pedig már az kerül, ami az következő már ott lesz, és így mindig elkezdem felírni a következőnek a naptárába az ötleteket, meg amit ti egyébként elég sokat kapok, sok ötletet, hogy miről beszéljünk, és akkor ez akkor egy egész hét. De már van olyan, ami már egy hónap múlvára is be van írva, hogy miről fogunk beszélni, mert akkor lesz aktuális. Úgyhogy ezek szerintem nagyon, nagyon jó dolgok. Valóban igazad van, tehát én a felkészülésnél, itt nagyon, és amikor esetleg otthon még átolvasom, vagy megnézem, például most megnéztem az előzőt, ment a háttérbe, hát valára rögtem magam, de nagyon tetszett. Nekem azért jó ez, mert ez egy kicsit ilyen szenvedély, amit csinálunk, tehát én ezt nagyon élvezem, és ettől vagyunk félelmetesek. Nekünk ez nem görcsös, nem meló egy tüntetés, nem nehézség eljönni egy mozgalmi talira, hanem egyszerűen jól élvezzük. És tényleg olyan, hogy ezt jó csinálni, és jó róla beszélni is, és nagyon jó. De azt nem tudom, hogy melyik jó, beszélni róla, vagy csinálni. Nem csak beszélni, tudunk róla. És még tudjuk is csinálni. Ez egyébként ma sok ilyenünk lesz, amikor erről beszélünk. Például a keddi tárgyalás. Ennek a tanulságai, meg a gondolataitok, mindent elvír a kamera, én azt gondolom, mert valóban egy nagyon érdekes történet. Én amit még mindig nem tudok, hogy Szabina el akar-e minket kaszálni, tehát ezt nem tudom. Azt sem tudom, hogy ő akar, ha elkaszálás lesz a lé, hogy ő akar elkaszálni, hogy parancsba kapta, és azért ilyen agresszív, ugye velem különösen, mert egyébként nem szeretne elkaszálni, de ez a parancs, és egyébként nem is tudtát, jogszerűen nem tudtát, ezt már azért szerintem ő is belátta, hogy azért annyira megforgattuk már ezt az ügyet, hogy gyakorlatilag őnek azt kell belőle kihozni, hogy szól. Tehát maga a rendőrség nem volt jogszerű, sem a feloszlatás, sem az oszlatás nem volt. Itt valóban egy demó volt, és egyébként meg úgysem hallottuk. És nem is kellett volna még hallani, mert önmagában amiket hajtogatott, tehát a legnagyobb fasság. Tehát nem is tudom, hogy ilyet mondjuk egy jogot végzett ember hogy gondolja, hogy ha meglátok egy rendőrt, akkor nekem tudni kell, hogy mit akar, meg csöndbe kéne maradni. Tehát ez legalább olyan, mint amikor azt mondja Bakó, hogy kivezetést csinált, és amikor mondja meg, hol olvasható ez, hogy kivezetés, és akkor ez nincs meg, és ha lett volna, hogy jönnétek el, akkor a szabálysértési hatóság képviselője lobogtatta volna, ez a kivezetés, ez, de hát Éva sem tudja ezt, hogy mi ez. Ugye Bakó bunkó volt, az teljesen egyértelmű. Laci, doktor Bakó. Doktor, mert mindegy, hogy ezt a jogi doktor, nem? Hát szinte biztosan rá, hogy is.
Nem emlékeztek, hogy orvosi végzettsége van-e? Ja. Nincs. Azért mondtam. Nem orvos, de úgy állt, de úgy állt az egészhez, mintha orvos lenne, mert mindenkiről megállapította a betegségeit, igen, hogy nincs neki. Igen, és azon kívül még olyan is volt, hogy ő az élet nagy dolgairól mindent tud, tehát abszolút, úgyhogy nyugodtan, hogyha jön tüntetésre, lehet vele személyesen beszélgetni. Dr. Bakó. Megkérdezhetetlennek gondolta, amit mond. Igen. Tehát nem azt, igen, tehát eleve úgy állt oda, mint egy hatósági képviselő. Mint a hajjaként. Tehát, hogy ezt mint egy diktátor. Tehát én ezt kinyilatkoztatom, és akkor az úgy van. Igen. Tehát, hogy ez nem is a közlekedési törvény hatálya alá. Hát nézze már meg a jogszabályokat. Tehát, hogy ilyen stílusban. Igen. De én szerintem azért, mert ugye tudja, tüntetésen úgy se tudja ezt velünk szemben megcsinálni, mert leszarjuk, hogy mit csinált. Onnantól kezdve, hogy egy rendőr velünk bunkoskodik, onnantól leszarjuk. Igen. Tehát azok a rendőrök tudnak nálunk bármit is elérni, akik normálisan jönnek oda, és nem egyenruha mögé bújva, és ő neki ez nem tetszett, és gondoltam, majd itt megmutatják, nem sikerült neki. Judit. Engem ez a tárgyalás, mivel ugye nem tudom, lehet, hogy másikotokat is, de engem figyelmeztetett avval, hogy megbüntet, mit tudom én. Jó, mindegy. Úgyhogy teljesen megerősített abba a hitembe, hogy ezt az utat végig kell járni, mert egyszerűen nem tűröm, én a magam részéről gondolom ti sem, ezt a lekezelő, embertelen, semmibe vevő stílus, arrogáns, otthon az anyukájában játssza el, legyen az a bírónő, vagy az a Bakó, vagy Bambó, vagy mit. Azért emeltem föl a hangomat, mert szívem szerint neki mentem volna, mert az ember tudja magát egy ideig tartani, de aztán utána már van, és nem tudja magát kontrollálni. Úgyhogy még egyszer mondom, szerintem jót csinálunk, nekem ez a véleményem, és ez ellen a dőfösködő hatalom ellen igenis föl kell lépni. És nekem az a véleményem, hogy ne legyen igazam, de szerintem a bírónő azon tépelődik, a Dammandrea szavait idézem, amikor a Lacinak volt tárgyalása igen, hogy vagy eldönti, hogy bíró lesz, vagy pedig fejet hajt. Na most én, ahogy ezt a nőt elnézem, el leszünk kaszálva. Nekem ez a megérdemes. Nem baj, nem baj. Az jó nekünk. Nem baj. Én meg azt, nekem az jött le, hogy azért, hogyha a csapat jó föl van készülve minden téren, azért a nehezen tudnak velünk kezdeni, meg fogást főleg nem igen tudnak velünk kezdeni, vagy fogni. Tehát ez megmutatkozott, mert ugye összelettek zavarva. Igen. Tehát a bírónő is összelett zavarva, akkor az, aki kineveztek oda megfigyelőnek. De jó, hogy tényleg csak ennyit csinál, ilyen megfigyelőként van ott az évike. És ugye a bíró is, nő is a végén már csak rapizott. Hát szóval csak azt nem tudok mit fogni rajtunk, mert ezt a katal... Így van, felidegesítette saját magát. Még egyet, ha megengedtek, visszatérve a rendőrségtől az a hölgy, aki ott baloldalt ült. Éva. Amikor én szó szerint ezt mondtam, hogy én a Kövér Lászlót szeretném beidéztetni, mert szeretnék a szemébe nézni, fel is emeltem a hangomat, és még valamit mondtam, és ránéztem. Én nem azt mondom, hogy félelmet láttam a szemébe, én ezt nem állítom, de hogy le volt döbbenve, ez biztos. Tudnélik, ez az, amikor már az ember, legalábbis én oda eljutottam a 60 évemmel, hogy nem, egyszerűen én ebbe nem törődök bele, hogy Magyarországon az emberekkel ezt, és én, bocsássatok meg, nem csak a sevizahitelesekre gond, ezt megcsinálják. Ebbe én nem, amíg én levegőt veszek, Hati elismert, ebbe én nem fogok beletörődni. És biztos. Amit a rokkantokkal csinálsz? Azért mondom, hát én azért mondom, amit mondtam. Pár társadalmi réteg, és most még azt, hogy arról is beszélnek, a nyugdíjakat is fogják csökkenteni. Jó, azért mondom, Marika Kássor. Ez de ne oldjuk meg az ő problémáikat, valamit csinálják már mások is. De igen, tehát vannak ilyenek, de hát mi nem jönnek oda? Tehát ott vagyunk, oda jöhetne bárki, hogyha akarna, nem jöttek oda. Jó, mindegy.
Lehet, hogy akkor előre szaladunk, de hogy én azt gondolom egyébként, hogy azon áll, vagy bukik ez a szabásértési dolog, hogy mennyire tudjuk bizonyítani azt, hogy ez egy tüntetés volt. Ezen áll vagy bukik. És én arra gondoltam, nem tudtam, hogy a Dalmandi esetleg eljön decemberbe, de arra gondoltam, hogy nem is tudom, hogy ez miért nem jutott idáig eszembe, hogy a TASZ-tól nem tudnánk még egy kicsit jogi támogatást kapni. Nem úgy, hogy eljönnek, hanem esetleg egy konzultációs lehetőséget. Tehát, hogy nem tudom, hogy beszéltél például velük, Laci, erről. Tehát, hogy ez mit kell, mi az a nagyon-nagyon ütős momentum, ami esetleg még nem gondoltunk be, szerintem, Laci, te nagyon... Igen, mindent elmondtál, de ugye majd a végén erre kell, tehát hogyha lesz egy utolsó szójogán, hozzá tudunk szólni, akkor ezt kell nagyon-nagyon kidolgozni, hogy ez nem vitás, tehát egy kívülálló, hogyha levetítik neki ezt a videót, azt fogja mondani, hogy igen, ez egy vélemény nyilvánítás volt. Tehát, hogy ezt hogyan... Tehát, hogy más is így látja el, így látják mások is? Ez egyértelmű, tehát ez nem merülhet fel, hogy nem. Például az utolsó szójogán neked ezt kéne így elmondani, ennyi bőven elegendő. Tehát mivel az volt, akkor pedig érvényes rá az a 15 per nem tudom hányas BM rendelet, tehát az oszlatást így kellett volna megcsinálni. Mi tudtuk, hogy amíg nem így csinálják, addig akkor nem lesz. De erre akkor meg nem volt, nem oszlathat. Tehát a gyülekezési törvény szerinti oszlatási feltételek közül egy sem áll. Elvileg nem, de ettől függetlenül még jól kellett volna. Hát lehet, hogy nem lett volna jogszerű az oszlatás, de a feloszlatást jogszerűen kellett volna végrehajtani. Így van, tehát maga az intézkedés kétszeresen sem volt jogszerű. Így van, ezt én már rögtön az elején elmondtam, hogy kérem a megszüntetését, mert hogy ad egy nem volt jogszerű, ad kettő, meg nem is álltunk ellen. Így van. Tehát, mert hogy mi, hát kimentünk utána. Az már a harmadik, tehát az első az, hogy nem volt, igen. Te első, hogy a feloszlatás nem volt jogszerű? Tehát az oka nem volt jogszerű, maga ahogy végrehajtották, az nem volt jogszerű, és egyébként meg még ki is vezettük, ki is mentünk, tehát akkor meg mi a probléma? Hát mert és egyébként kimentünk a harmadik előtt, mert nem volt három felszólítás, tehát kimentünk, az első bármilyennél kimentünk, és ami megvárjuk a harmadikat, és utána megyünk ki, még akkor is jogszerűek vagyunk. Tehát, hogy nagyon-nagyon kell indokolnunk, mert ugye akármit fog most dönteni a Szabina, neki is kell indokolni, és utána abból tudunk tovább építkezni, mert ugye így van, mert hogyha most akármilyen szinten elkasszál, akkor megyünk tovább. Na, ha felment, akkor is. Csak másik irányba. Hát akkor csináljuk még egyszer. Tehát, ugye akkor... Nem, akkor hát menjünk a kártérítésre. Ja, hát az egy másik történet, persze, hát az nem akármi. Ugye gyakorlatilag nézzétek meg, hogy ugye 20 embernek már ugye 4 napja. Hát 20 embernek a 4 napja. Az erkölcsi, a parkolódíja, a kajánk, minden egyéb. Tehát ez egy komoly kártérítés lesz már. Egyébként még arra is gondoltam, hogy ettől függetlenül most akár mi is van, nem lehetne ezt a házelnöki rendeletet az alkotmánybíróság elé beterjeszteni, hogy ez alkotmányellenes? Ez lehet mondjuk egyik, mint a TASZ-nak az asztala. Ezt lehet, hogy a Szabolcsa fel kéne venned a kapcsolatot, mert megadom a Hegyi Szabolcs elérhetőségét, mondani nyugodtan, hogy én és mi, hogy akkor ezt a házelnöki rendeletet, hogy ennek az alkotmányossági felülvizsgálatába tudnának-e segíteni. És egyébként, hogyha mondjuk ezt esetleg beadjuk másodikáig, és mivel be van adva, így már megint kérhetjük a halasztását az ügynek, mert hogy már akkor be lesz adva. Tehát, hogy ezt meg tudjuk csinálni december másodikáig, hogy beadjuk az alkotmánybíróságra felülvizsgálatra, akkor hivatkozhatunk rá, hogy és akkor a döntést halasszuk el addig, amíg az alkotmánybíróság ebben nem hoz döntést. Nyilván egyébként lehet, hogy nem fogja, de lehet, hogy igen. Már én igen, jó, mert hogy nekem meg az az érzésem, hogy a Szabina nem azt szeretné, hogy ez ne tartozzon a gyülekezési törvény hatája alá, ezért söpört el az indítványokat. Az összes indítványokat elsöpörtetek. Tehát ő simán ezt gondolja, hogy ez egy rendőri intézkedés, tehát hogy mi ott hangoskodtuk, zavartuk a munkát, és ezért kijöttek a rendőrök, és mi direkt... megbrigáltuk, tehát nem figyeltünk oda arra, hogy ott mit csinál, és direkt ellenszegültünk kvázi. Tehát direkt hangoskodtunk, csak azért, hogy ne halljuk. Tehát hát ettől még jogszerű, tehát ettől a mi tevékenységünk még jogszerű, ha direkt hangoskodtunk akkor is, hiszen neki hangosító berendezést kellett volna hozni. Tehát benne van világosan, hangosító berendezéssel 3-szor.
Tehát mivel nem volt nála hangosító berendezés, nem mondta el háromszor, és mi tudtuk, hogy csak akkor lesz jogszerű, ha hangosító berendezéssel háromszor, innentől kezdve mindaddig, amíg ez nem történik meg, addig gyakorlatilag nem történt meg az az intézkedés jogszerűen, ami ellen ellenszegülnünk kellett volna. Jó, hát igen, hát nem, hát ugye a Bakó azt mondta, hogy ez nem tömegoszlatás. Igen, tudom, de mondta, nem tudom, igen, nem hát tudom megmondani. Hát akkor mi volt? Ez a tömegoszlatásnak az enyhébb változata. Azt mondja, hogy de nincs olyan, tehát nincs ilyen a rendeletben, hogy egyébként, ha csak 20-an vannak, akkor nem oszlatásnak hívjuk, hanem kivezetésnek, és akkor nem így kell csinálni, nincs ilyen benne. Hanem, hogyha van ott egy véleménynyilvánítás, ami akár jogszerű, akár nem, tehát mindegy, hogy jogszerű vagy nem, akkor is ugyanúgy kell végrehajtani. Tehát teljesen mindegy, hogy mi ott jogszerűen voltunk, vagy sem. És ezért nem értem, hogy Szabina ezzel mit szarakodik egyébként, ettől még ugyanúgy kellett volna végrehajtani, hiszen egy összegyűlt tömeg volt, és ugye a Szabinának ott kerekedett a szeme, amikor azt mondtam, hogy akarat egység, tehát ez ott kiverte a biztit. Tehát ugye azt látjuk, hogy ebben a majdiniről beszélünk birtokvédelmi, ez az akarat egységes történet, ez azért elég rendesen ott van, tehát valahol ezzel jól beletaláltunk. Uh-huh. Igen, ez egy jó kifejezés volt, igen. Igen, és innentől kezdve közös véleménynyilvánítás volt. Ha közös vélemény és akarat egység volt, és ugye jól látszik a videón, hogy ott volt egy félkörbe ez a csapat, tehát az akarategység egyértelmű volt, tehát nekik nem lehetett volna egy-egy emberrel szemben fellépni, hiszen ez egy egységben működő szerveződés volt, valamekkora tömeg, most mindegy, mert ugye nincs benne a BM rendetben, hogy mekkora tömegtől tömeg a tömeg, tehát hány főtől tömeg, hanem gondolom, ha már három ember összeverődik, akkor őket már együtt kell felszólítani. Tehát nem lehet külön-külön, mint ahogy egyébként Bakó maga bizonyította, hogy ez egy tömegoszlatás, hiszen kiállt a tömeg elé, és valamit mondott, ami nem volt érthető, tehát ő maga ismerte el, már a cselekedetével, meg a tanúvallomásával is, hogy itt bizony minket együtt kezelt, tehát egy egységként kezelt, és ha egy egységként kezelt minket, akkor pedig úgy kellett volna eljárni, ahogy oda neki le van írva. Mivel nem volt hangosítója, ezért nem tudott más tenni, oda ment egyébként. De neki meg kellett volna várni a hangosítót. Tehát ugye nem mondta egy hivatalosan arra, hogy nincs, mert a rendőrségnek van. Hiszen velünk szemben is hallunk használtak már hangosítót. Lett volna. Biztos, hogy jó, de a hazáruló Bajusz király közölte vele, hogy most azonnal. Igen, tehát itt az volt, hogy a kövér megmondta, és azt mondta, hogy ez 5 percen belül. Ezt tudjuk, csak most érted, de ezt nem tud bizonyítani, tehát most ezt nem mondtam, mert nem állunk ki a rajta. Ja, ezt a részét már? Ezért nem idézik be. Tehát egyébként valószínűleg, hogy ezzel kell, hogy felmentsenek minket. Én azt gondolom egyébként, hogy elvileg megvan, ha nincs meg, akkor olyan hülye indoklást kell hoznia, amit mindenki ki fog röhögni. Ha ez nincs meg, és meghozza azt az olyan hülye indoklását is, akkor meg nem lesz bíró soha. Az biztos, hogy úgy, mert hát akkor milyen rendszerben. A karrierjének, hát nem, hát legkésőbb Strasbourg kaszálja el, hogy ebből nem lehet bíró. Szakmai jó, teljes alkalmatlanság. Hát ő van időn, nem el. Nekünk igen, de nem ráérünk. Így van. Mi ráérünk. De utána visszamenőleg az összes ítéletét felül fogják hivatalból vizsgálni. Ja, második hivatali visszaélés. Igen. Tehát utána sitre megy. Szóval nagyon fel kell készülnünk. Fel kell készülnünk, nagyon toppon kell lennünk agyilag. Igen. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Még inkább. Az biztos észrevettétek, hogy a Bakó is, meg a Szabina is provokáltak. Tehát mindenképpen azt akarták, hogy én keljek ki magamból, hogy tegyek ilyesmit. Tehát, hogy mondjuk egy rendbírság. Tehát gondoljátok el, megnyerjük az 50 000-et, de kapok 50 000 rendbírságot. Tehát ugyanoda jutunk. Tehát ez benne volt, és nagyon meglepődtek, amikor én azt mondom, hogy kérek egy kicsit, mindjárt átgondolom, hogy mi legyen a következő. Tehát az ott szerintem megfordította a történetet. Tehát mind Bakónál, az ott megremegett a lába, és Szabina is onnantól kezdve kicsit másképp viselkedett már. Így kell velük, tehát nem szabad hagynunk egy picit sem, hogy meg vagyunk ijedve, egy picit sem, hogy minket egyetlen érdekel, hogy ő mit mond, akkor másképp kell kérdezni. Igen, nem is érdekel. Igen. Tehát ez így van, és nyilván egyébként az elfogultság az még az utolsó napon is játszik, ha okot ad rá. Tehát, de bizonyítékunk van rá, hogy ez, ami miatt ezt meg kell tenni. Én most ugye megemlítettem Adminak is, meg fogom kérdezni majd Tamást is, hogy mit gondol erről. Ugye elküldöm a jegyzőkönyveket.
és mindenképpen ott jár, az utolsó pillanatig játszik, ha meg nem, úgy ezzel egyenértékűként fogjuk kezelni a felülvizsgálatot, mert a felülvizsgálat is pont azért lesz, mert elfogult volt, és nem engedte a bizonyítási indítványainkat, nem engedett kérdezni, tehát az, hogy nem kérdeztetek egy tanútól, ott azért álljon már meg egy picit. De ha kérdezhetsz, és nem válaszolhatsz. Valamit a vádat képviseli, nem pedig a pártatlanságot. Például a vádat képvisel, de a tanú nem mondhatja azt, hogy nem válaszolok rá. Tehát a tanú nem ugye ott volt a figyelmeztetés, igen, hogy jogosulatlanul nem takadhatja meg, igen, a választ. Igen. És a bíró mondjuk, mert őt kellett volna legalább háromszor rendbírsággal sújtania, igen, mert hogy megtagadta a választ. És egyébként meg azt, hogy most hányszor kérdezünk meg valamit, az is egy másik dolog, de István már te nagyon meg itt, amikor te szóltál neki, akkor is megdöbbent, hogy miért csak téged int állandóan, miért nem a tanult is. Az is egy nagyon nagy dolog volt, igen, és az akarategységhez annyit, hogy nagyon-nagyon megdöbbent a bírónő akkor is, amikor minden eljárás alá volt, azt mondta, hogy csatlakozom igen, az indítványokhoz, hogy kövér ott legyen. Igen. Kövér ott legyen. Ez akkora bizonyítás arra, hogy ez egy csapat, nem, hogy ezt tudomásul kell neki venni, hogy ez nem lehet más, ez sem. Ez nem 19 individuum, ahogy igen, szokták mondani. Bár, bocsánat, Györgyike, mégis utána. Én azt szeretném elmondani, hogy olyan arrogancia volt ebben a bírónőben, ott a bírói pulpituson, mint egy mindenható úgy viselkedett. Hát én nem tudom, a jogi egyetemen etikát nem tanítanak? De. Hát hogy lehet így egy beidézett, még egy bűnözővel sem lehet így beszélni. Ha az a tanú megadja, hogy tisztelt bíróságot, tiszteletet, akkor ugyanazt mi is elvárhatjuk, nem? Az, hogy az emberbe beléfolytja a szót, mert belém is belém folytatta, és teljesen megzavarodtam, mert velem ilyen az életedben nem fordult még elő, hogy velem folytsák a szót, akkor, mikor én tisztelet teljesen beszélek, és alázatosan ráadásul. És akkor annyira belém folytott a szót, hogy én teljesen elveszítettem a fonalat. És akkor utána mondta, igen, ez volt a cél. És te mondtam, hogy kérem, tisztelettel kérem a bíróságot, hogy hagyj mondja meg. Ugye? Igen. És akkor hát mondom, pontosan arról beszélek, mert utasítom, hogy a videóról beszéljen, a videóról. Hát arról beszélek, a polgár Zoli, amit ott mondott, lejegyzeteltem szóról szóra, amit mondott a Zoli, hogy is mondta, olyan nagyon jól mondta, hogy elveszítették a valósággal a fonalat, meg ilyeneket, szóval kapcsolatot, így van, szóval annyira jó dolgokat mondta Zoli, ezt akartam, hogy utána elmondtam, mert nem hagytam magamat. Én meg vagyok döbbenve, és éppen azért mondtam a végén csak azért is, hogy indítványozom, hogy vizsgálják felül, hogy lehet-e embereket kitiltani mindenféle indok nélkül, végzés nélkül, vagy valamilyen határozat nélkül. És ezt igenis meg kell, hogy indokolják. Ilyen nincs sehol a világon, először azért, mert regisztrálva voltunk, és meghívott vendégek voltunk. Nekik előzőleg kellett volna értesíteni, hogy ezért és ezért nem mehetünk az épületbe. Ezt megtagadták tőlünk, és pontosan ezért mi jogosan voltunk fölháborodva, és jogosan viselkedtünk úgy, ahogy viselkedtünk, mert ők provokálták ki. És akkor még plusz ez a bírónő, ez a kis mit tudom én, ki nem érdekel, nem. Hogy gondolja azt, hogy ilyen arrogánsan felnőtt, dolgozó emberekkel, és olyan emberekkel, akik a kenyerük javát megették, és tisztességesen, becsületesen ledolgoztak egy háromnegyed évet, életet, hogy így beszéljen velük. Hát én ezt kikérem magamnak, mert én a tiszteletet az újszülött gyerektől, a hallgastánunk megadom, akkor én ugyanezt elvárom mindenkitől, és nem érdekel, hogy neki mi a rangja, én semmivel se vagyok kevesebb, függetlenül attól, hogy én is tanultam egész életemben, de én ezzel nem kérkedek, és nem érdekel, mert nem itt kezdődik az ember, hogy mennyit tanult, hanem hogy mi van itt benne, és milyenek az emberi értékítéletei, és nem pedig az, hogy mert én bírónő vagyok, és akkor nekem minden szabad, és lekezelni az embereket, és arrogánsnak lenni, hát én ezt kikérem magamnak, a családjával gyakoroljam, ne a magyar állampolgárokkal, akik őt oda helyezték. Szuper. Laci, bocsánat, Laci volt. Most már teljesen mindegy, hogy hányadik leszek, mert pontosan ezt akartam elmondani. Hogy elmondtátok, hogy vendég érkeztetek oda, de mindenkinek el kellett volna mondani, kikérem magamnak, hát engem, én egy hívót kaptam. Tehát teljesen jogszerűen mentem oda, és az őségnek sűrű bocsánatot kellett volna kérni tőlem, hogy nem
engedem be. Hát az kellett volna. Pontosan. Ez majdnem, hogy mindenkinek kellett volna, hogy kikérem magamnak, hogy ne engedjem az őséget. Hát ez volt a demonstráció lényege, hogy kikértek magunknak. Úgy van. Hát ez volt a vélemény nyilvánítás. Nagyon jó. Na, ennyit. Semmi, csak hogy ki vagyunk tiltva és kész. Nem indokoltunk. Nem indokolták. Ház előtti rendelet. Nem kérte be a bíró, hogy... Igen, nem kérte. Nem, semmi. Bíróna semmivel nem foglalkozott, csak azzal, hogy nem is tudom, mivel, nem derül ki, hogy mit mivel foglalkozik. Csak a vád képviseletével. Igen, tehát ő jogviselte, és tőlünk kérdezgetett. Amit egyébként a Évának kellett volna megkérdezni, ha akar. Ha nem akarja megkérdezni, akkor bírónőnek... Akkor nincs megkérdezve. Bocsánat, még a Ilonka, jó? És akkor utána... Ez vicces, de hát nekem annyira tetszett, hogy amikor ott néztük a videót, és azért ott a különböző beszólásoknál azért nevettünk rendesen. Hátrébb ott beszélgettek. A zsókájuk beszélgettek ott a padon. Ő csapotta az asztalt, amikor teljesen lényegtelen, hogy a Zsóka meg valaki beszélt, mert ott úgyis akkora hangzavar volt maga. Hát, hogy azt se, hogy kiküld, mi kivezetted én? Aki nem tudott semmit. Hát nem igaz, hát ott végképp nem volt miért szólni neki. Csak ő már azért, hogy bejöttek-e, mert ő már úgy gondolt, ha végre valami történik, hogy szólhatok. Tudod, én mit gondoltam egyébként? Hogy annyira érdekelte, bár az látszott, hogy már ő ezeket végignézte ezt a videót, de mégis annyira érdekelte, hogy mi van rajta, hogy szerintem azért, mint akkor, hogy otthon nézed a tévét, és a gyerekeket lecsitítod, már is tudom csinálni, mert érdekes, ami ott van. Tehát, hogy ő annyira, ő maga is nem bírta visszafogni a nevetését, tehát látszott rajta, hogy kurvára tetszik neki, amit ott csinálunk, és mondom, én azt látom, hogy őt utasították arra, hogy itt végre már el kell. Múltkor nem sikerült, hogy elkaszálnia, mert teljesen egyértelmű volt, és lehet, hogy megmondták neki, hogy Szabina, akkor most is kaszálod el őket, akkor itt balhé van. És hát ettől nyilván ideges. Tehát én hát azt gondolom, hogy lehet ettől ideges valaki. Tudom, mitől ideges, mint Laci? Az egységtől, ahogy látja azt, hogy elkészül. Ezt akartam az előbb mondani, hogy tényleg az akarategység az nagyon fontos, meg hogy tudjuk, hogy miről beszélünk. Tudjuk, egy kicsit lehet, hogy előrébb megyek. Ugye a hatalom mindig kettős mércét csinál, alkalmaz. Csak egy példát mondok, ugye a munkori bankos dolguk kapcsolatosan megrázott a biztonságért. Az nem volt garázdaság, pedig az teljesen beszélt. De az, hogy kipakáltottunk Miklóson, hogy garázdasági szabásért, ezt le is fogom vinni hétfőn, odaadom az óra alá, és ugyanezt akarják elérni a bíróságon, és ha nem vagy résen, nem vagy fölkészülve, akkor ráthúzzák a videset. Ezzel akarok a szállni. Gyuzsi! Ja, igen, hogy csak annyi, hogy ez az érzésem, hogy ő nem, tehát a Szabina nem foglalkozik azzal, hogy jogszerű, tehát tehát hogy azt nem kérdőjelezi meg, hogy az intézkedés igen. jogszerű volt, hanem ő az ellenszegülés részre koncentrál. Tehát, hogy mi ellenszegültünk, és ezt látja ebben az ügyben. De gyerekek, végülis, ha megnézitek a filmet, mondok az utolsót, nem szegültünk ellen. Nem, hát nem volt felszólítás. Most hiába erőködik ott az a Bakó, hogy ő... Ne, azért mondtam neki, mikor kimegy a Ülői útra, amikor egy Fradi Dózsa meccs van, akkor oda megy, csöndben mondja a fickónak, hogy te figyelj, kéne menni, mert a fosztatást. Akkor oda visszegett. Hangosítod, azt túlordibálnak. Mindenki háromszor, és ott utána hoztatják. Hiába erősködik ő most. Ne hasonlítsad már magadat. Jaj, most nagyon hülyénből jött ki, mert kisarkította teljesen lényegtelen, hogy miről. Nem tudsz már mit mondani. Ez jutott eszembe a popon, de ez lehetett volna akár egy kocsmai verekedés, vagy bárhol nem. Én csak kívülállóként, ha szólhatnék valamit, mert én nem vettem részt, hanem azért megnéztem a filmet, ami a neten fönn van, és a tárgyaláson az előzőn ott volt, nekem az jött le, hogy abszolút megvannak a kérdések, és ugyanazokat kérdeztem mindenkitől, és benne volt, hogy a Póka László mondta ezt, meg ő csinálta, tehát hogy azok abszolút ki van hegyezve rád egyrészt. Tehát, hogy abszolút te vagy az, aki... Igen. Gondolják, hogy ha elkaszálnak, akkor itt senki többet már nem tud mit csinálni. Ezt már elhozták. Van egy rossz hírületi zárásba. Sokáig vártam valami.
Igen, én is azt gondolom. Ez 2 éve kellett volna még így megpróbálni. De akkor sem, tehát én azt gondolom, hogy akkor is ott ment volna. Talán akkor még lehetett volna ilyen, hogy akkor megijed, de nem, tehát ez a csapat már nem ijed meg. Hát visszaültünk az oktogonon. Az bebizonyította az a Bajcsi, amikor visszaültetek, hogy itt vége a hatalomnak. Én azt gondolom, hogy az volt az egyik igazi sorsfordító, amikor ülünk a rabszállítóba felvétlenül, és értesülünk róla, nem mondom meg, hogy milyen csatornákon, mert a végén majd legközelebb nem tudjuk megcsinálni, hogy bizony ti leültetek, és az ott megvolt. És ugye amikor ugye mi ott már bent voltunk, akkor tudtuk, hogy ez meg is történt nagyon komolyan, tehát hogy visszafordították a rabszállítót, tehát hogy legyen még egy kor, az kurva jó, így tapsikoltam örömmel, mondom, ez nagyon jó. Ez egy nagyon-nagyon jó tanúságtétel volt, hogy amikor titeket kivontak a csoportból, akkor mi szépen visszamentünk és folytattuk, hogy nincs vezetőnk, nincs szervezőnk, mi egyek vagyunk, egységesek és egy hullámhosszon vagyunk, azért van sikerünk. És egy mindenkiért, mindenkiért, tényleg mindannyian kiállunk a másikért, bármi áron is, és ez így is van. Azt nem tudom, az mi volt, egyszer megfordultunk, akkor elbizonytalanodtak a tanulmányokat. Kérdeztük, hogy most bejárjuk egész Pestet, vagy... Igen, ott volt valami kavarodás, ezt nem nagyon értettem én sem. Szerintem az, hogy nem tudták, hogy hova jönnek. De, csak nem tudom, hogy visszamegyünk. Először a főutcába akarták őket, és utána lett, mert a Szabó Béla, amikor még nem ültünk vissza, mondta, hogy ebből főutca lesz. És utána már mondta, hogy nem oda vitték őket. Ennyit hallottunk. Szerintem ellentétes infóik voltak egyébként ezzel kapcsolatban. Nem tudja minden rendőr az összes infót, vagy nem ugyanazt tudja. Ez már nekem lejött egyébként. Marika? Egyébként csak azt akartam mondani, hogy a bírónő viselkedése szerintem egyre határozottabbá, és azért egyre merészebbé tesz bennünket. Igen. Tehát igen. Én pont nem azt értem egy ilyen bírósági tárgyaláson, hogy akkor vegyem vissza a hangsúlyt, vagy a hangerőből, és tehát azt érzem, hogy ő minél jobban csúnyán mondva szemétkedik velünk, annál ellenállóbb leszek. És nem fogom behódolni senkinek. Nem. Tehát nem csak egy rendőr, ha megjelenik, akkor kecsöndben van, egy bíró megjelenik, akkor se kecsöndben marad. Ezt majd mi tudjuk. Igen, a két rivalizáló kutya esetét tudom ilyenkor előhozni, hogyha az egyik elkezd vicsorogni, meg jobban vicsorogni, a másik is azt fogja csinálni. De nem mer egyik se harapni. Igen. Hát majd ugye az utolsó tárgyás az így izgi lesz. Viszont mi tudunk? Ezen a témán megyünk, és ugye készülünk természetesen majd a harmadikára, ami másodikára. Fontos, hogy mindenki készüljön egy utolsó szob jogán felszólalásra. Amit próbáljunk konkrétan az ügyre, tehát ott már ne beszéljünk másról, a nem volt deviza és a kövér elmegy a kurva anyjába, hanem a jogszerű volt, tehát jogszerű véleménynyilvánítás volt, elmondtuk, mindenki elmondta, azon kívül a rendőr, tehát tudtuk, hogy a rendőrségnek hogyan kell oszlatni, ha oszlat, és mindaddig, amíg a rendőrség nem jogszerűen oszlatott, addig nem volt miért ellenállnunk, illetve nem lehetett jogszerű intézkedéssel szembeni ellenszegülés, és mi ezt mérlegelés nélkül meg tudtuk állapítani, hiszen előre tudtuk. Meg úgy is megbeszéltük, hogy úgy lesz, mint a hídon, tehát hogyha a rendőrség valóban háromszor felszólított volna hallható módon, akkor kimentünk volna. Hát ez egy teljesen egyértelmű. De nem, mert azért nem tudtunk kimenni a három felszólítás után, mert nem volt három felszólítás. Tehát ez ilyen egyszerű, azt várjuk, hogy majd jönnek, és mondanak háromszor felszólítás, és mindegy, hogy mit gondolunk, ha bejön a rendőr, mindegy, hogy teljesen mindegy, nem számít, hogy ő is azt mondta, a bírónő is, hogy mindegy, hogy mit gondol a tanú, mindegy, hogy ki mit gondol, a tények a lényeg. A tények az, hogy neki háromszor fel kellett volna szólítani, nem szólítottak föl, mi ezt tudtuk előre, és nem történt meg a jogszerű intézkedéssel szembeni ellenszegülés, mert nem volt jogszerű intézkedés. Krisztián. Igen, és akkor tegyük még hozzá ehhez az egészhez, hogy hálául a kedves bírónő tette ilyen, lehetőleg mindenki azért húzza el legalább egy másfél órásra. Jó, nem lesz ennyi, tehát az biztos, hogy nem. Ja, ami nagyon fontos. Nem folytatja belé a szót. Mindenki elmondhatja, és nem mondhatja, hogy ez már elhangzott. Én, mert mindenki saját magát is éri, és én is elmondom. És ha elmondtuk mind a 19-en ugyanazt, akkor is végig kell hallgatnia.
És ebből nem szabadott engedni, nem és szabad. Inkább legyen rendbírság, tehát én azt mondom, hogy legyen rendbír, küldjön ki akár mindannyiunkat, hogyha arról van szó, hát elmehet a büdös picsába egyébként. Tehát az egyébként a harmadik kiküldés, hogy bejelentjük, akkor az elfogultságot. Akármikor, tehát egyébként mindenki is bejelentheti. Tehát, hogyha mondjuk kiküld, akkor azt mondjuk, hogy bejelentheti. Nem kell még bejelentheti, várjunk egy kicsit. Miért küld-e neki? Hát mert ugye azt nem mondta, hogy ha ugye nem azt mondod, amit ő szeretne, akkor ki fog küldeni a teremből. Hát azért ez egy érdekes lenne, hogyha az eljárás alapon személyt kiküldeni a teremből. Az utolsó szójogán való felszólás. Igen, az utolsó szójogán felszólás. Tehát azt nagyon kell tudnunk, hogy a bírónőnek figyelmeztetnie kell, hogy be akarja rekeszteni a tárgyalást. Van-e még valami, amit el akarunk mondani? Tehát ez kötelező. És hogyha mondjuk azt mondja, hogy és akkor mondjuk, de nem mondja ezt, tehát azt mondja, hogy jó, de hát akkor most menjünk ki, és akkor ítéletére, akkor várjunk már. Hát nem figyelmeztetett arra, hogy belekezdi a tárgyalást, tehát nekem még van felszólalni való. És akkor ugye minden indul előről, sugitól végig mindenki, tehát készüljetek egy komoly összefoglalóra, hogy mi történt, miért nem volt jogszerű, és egyébként azt is, hogy ki mit mondott el, a tanú mit mondott, elmondta a Pintér István, hogy ők egy szóval nem kérték, hogy menjünk ki, és ezt ő elmondta most is, a videón is látszik, hogy nem kérte, hogy a Bakó nem volt hajlandó válaszolni a kérdésekre, a bíróság ezt hagyta, hogy ne válaszoljon a kérdésekre, tehát nem tudtuk úgy bizonyítani, ahogy szerettük volna, ebből adóan a bíróságnak el kell fogadni azt, amit itt ez a 19 ember mondott, hogy nem, jogszerűen voltunk ott, véleményt nyilvánítottunk, nem volt felszólítás, és nem tudja bizonyítani az ellenkezőjét a szabálysértési hatóság. A bíróságnak meg egyébként sem dolga, hogy ennek az ellenkezőjét bizonyítja, de ha akarná, se tudná. Tehát nyugodtan lehet ilyen kemény szavakat használni, szépen higgadtan, nyugodtan, jól alátámasztva, és akkor természetesen kéred a szabálysértési eljárás megszüntetését, tehát ez egy nagyon fontos dolog. De most ennél a tárgyalásnál is az volt, hogy be akarta rekeszteni a tárgyalást, és még hányan hozzá akartunk szólni. Igen. És utána kénytelen volt végig. Ez így lesz most is, igen. De ezt nem lehet megcsinálni, hogy nem hallgatja meg a beidézett embereket. Igen, én azt láttam egyébként, hogy volt egy ilyen jel ott a szünet előtt, és azért mondtam, hogy igenis szólni kell most, hogy még van ez meg az, mielőtt megnéznénk a másik videót. Gondoljátok-e azt a videót, az is megint valami 20 perc fölötti, még megnéztük volna, akkor még most is ott ülnénk, ha arra még reagálnánk, és azért az ott jobb lesz melegén most. Annyit én mindenkinek javaslok, hogy azt a videót még otthon is nézze meg még egyszer nyugodtan is, és akkor ott a videón rá kell mindenkinek mutatni, hogy ő saját maga miért nem elállt ellen. Ez a teljesen mindegy, mi látszik, begörcsölt a lába, rám tekeredett az oszlop, fogtak sokan, tehát ezek mind voltak, és hát azért húztam fel a lábam, például, hogy ne botoljunk meg. Tehát nem azért, mert nem akartam kimenni a Bakót, ki nem szarja le, hogy ő mit gondol. Ja. Nem számít, mit gondol a Bakó. Vagy Minon is megmondta, nem számít, mit gondol a Bakó. Hát ki a faszt érdekel, mit gondol a Bakó? Laci, tudod, mit gondol a Bakó? Az, hogy mert mi szerintünk van egy játékszabály, ugye ő is azt mondta, hogy azon keresztül lehet intézkedni, stb. Hát a Bakó az úgy gondolja, hogy ő megjelenik, és neked tudni kell, hogy el kell hagyni a terület. Nem, nem. De igen. Majd ez egyébként legközelebb a megjelenik egy ütletésen, mondjátok oda, Bakó, el kell hagynunk a területet, hogy megjelenik? És a többi kollégája előtt meg kell kérdezni, így simán, hogy úristen, el kell hagyni a területet? Így van. Mert azt mondta, hogy azért nem kell behangosítani, csöndre szólt, hogy úgy is tudták, hogy el kell hagyni a területet. Nem kell elhagyni. Ő szerint. Hogy mit akar? Már azzal ellát, már ilyen rosszak. Lehet, hogy jött ügyet intézni, lehet, hogy jött a követel. Kitító határozatok. Az is lehet, hogy jött kövérhez segget nyalni, tehát simán ez is lehet. Az volt. Az megtette. Az megtette. Mert én nem ismerem. Csak utána. Már azzal ellentmondásban voltak, és ez egy nagyon jó védekező dolog lesz, hogy azt mondta a bírónő, hogy nekünk tudni kell azt, hogy mit a rendőr velünk szemben vagy mit akar. Azt mondtam az hát előtt. Mire, bocsánat, akkor nem figyeltem. De nem baj, én nem a bíróságon vagyunk, hogy még egyszer ezt mondani. Szabinától ne tanuljuk el a fasságokat, már bocsánat. Már mondanak csodából tudnánk, hogy mit akar az a rendőr. Nem tudjuk. Hát, hogyha mi gondolatolvasok lennénk, akkor nem mit ülnénk. Bizony, akkor egy tévéműsorunk lenne, nem rendőr se sem sérül. Egyszerűen embertől, akkor a pornéptől, hogy tudja, mit gondol a rendőr és mit akar.
túl gazdagabbak lennék, mint Sányi. Na, és akkor még egy, és ezt szeretném, hogyha most zárszó lenne, hogy baromi büszke vagyok a csapatra. Tehát amit ott a csapat elrendezett most már ezen a harmadik napon, tehát amit Ferdinánd mondott, a felkészültség, a talpra esettség, a higgadság. Tehát én csodálkoztam, hogy őt nem pattant föl senki, és nem verte meg a bakót. Hát, de jó tettétek, hogy nem vertétek meg, mert az nem lett volna, igen. Judit majdnem. A Juditot kicsit meg kellett fékezni, mert... Igen. Juditra is büszke vagyok, mert végül nem ment haza. Tehát ugye volt egy olyan, hogy hazament volna, és egyébként én mondtam is neki, hogy inkább menjen haza, mint balé legyen, de Judit, hol vagy? Nagyon büszke vagyok, hogy mégis ott tudtál lenni és higgadtan. Tehát mindenki, tehát bármi lesz, mi ezzel nyertünk, kurvasokat nyertünk, és úgy is megyünk a végsőkig, megyünk felülvizsgálatra, megyünk Strasbourgba és bárhova, és természetesen inkább leülöm, mert ugye ezzel jogerőre emelkedik majd, és akkor ugye utána lehet felülvizsgálat meg Strasbourg, de akkor inkább leülöm, és 10 napért olyan kártérítést kapok, mint amennyit az banktól soha nem tudnék begyűjteni. Tehát lehet, hogy ezen nyerjük meg a dolgokat, nem mindegy, hogy nyerjük meg. Kicsit sajnálom a többi balekot, aki még fizet a bankjának, és nem áll ellen, mert ők fogják kifizetni az adójukkal a mi kártérítésünket. Tehát én azt gondolom, hogy jobban jártok, hogyha inkább ti is jöttök velünk leülni a büntetéseteket, mert akkor gyakorlatilag kártérítést kaptok ti is, és a végén el kell szednünk, mert nem lesz művő kártérítés, el kell szednünk a oligarchák vagyonát, mert abból jön ki. Jó, tehát még egyszer, nagyon büszke vagyok mindenkire, ugye idén még lesz bőven, ugye hétfőn megyünk Ferdinándékkal a plakátragasztós szörnyű garázdaságra, aztán ugye lesz most majd ez a másik, aztán lesz a december 14-16 meg a leülés. Egy aprót, hogy korrigáljak rajtad, az oligarchák vagyonát nem elszedni kell, visszavenni. Visszavenni, igazad van, jó. És akkor ezzel meg is vagyunk, és már is menjünk egy következő témára, ahol részt vettünk, ez pedig az éhezők viadala. Nem tudom, de én ezt már nem is szeretnék hozzászólni. Akkor ne szóljunk. Jó, menjünk tovább, jó? Éhezők viadala, ennyi volt. Szuper. Nagyszerű. Hajrá. Jó, fölvetődött, én vetettem fel, aztán az idő ugye mindig tolt egy kicsit, de Judit rám szólt és figyelmeztetett, hogy ígértem nektek egy kirándulást egy szép vasárnapi napon, amikor elmegyünk a budai hegyekbe. Hát ugye erre két lehetőség van, vagy a mostani vasárnap, ami egyébként erősen felhős vasárnapot írnak most, vagy a következő pedig a 22. mennyén, a következő vasárnapon nem leszek itt. Hogy egyáltalán akarjátok-e, van-e kedvetek hozzá, szervezzünk-e rá, mikor van időtök? Hát most nem szerintem már. Hát én most mostani nem lehet. Mostani nem? Célozzunk meg a 22-ét, hát ha? Hát nézzük. Nekem az se jó. Jó, csak egyáltalán van-e rá igény, hogy... Igen, lenne tavasszal. Tavasszal, jó. Nem, Laci, csak ez egy zsúfolt két hónap leszám még. Hát, én úgy is járok túrázni, és most is megyek nagyot, tehát nekem nem hiányzik, mert én szépen el vagyok magammal. Igen, kemény hónap lesz, tehát ez benne van. Egyébként most lett volna még szépen, ugye most nagyon szép az erdő ezzel a barna. Tehát nagyon szép, egy gyönyörű szép az erdő. Már november 22-én már nem biztos, szerintem délre nagy része leesik. Sőt, ugye lehet, hogy már hó lesz, tehát az is benne van ebben a dologban. És ugye a 27-én meg úgyis kint leszünk egész nap a hidegbe. Akkor ezt áttesszük tavaszra, jó? Ezt a dolgot, mert van nagyon sok, én egyébként már, tehát magamban készültem rá sokat, tehát találtam olyan útvonalakat, amik mégis erdőbe mennek, és bárhol tehát föl lehet szállni, mondjuk ilyen 3 kilométerenként, vagy még rövidebb idő alatt tömegközlekedésre, és haza lehet menni, hogyha valaki nem annyira bírja, vagy nem akarja, és lehet az, hogy valaki esetleg még nagyobbat vállal. Tehát találtam ilyeneket, amik nem megerőltetők. És a többi. És már azt is kitaláltam, hogy mondjuk tavasszal se lesz ez késő, hogy ugye a Széchenyi hegyi kisvasúttól indulnánk, és ugye nyilván ugye ott nem mindig van parkolóhely, viszont a Laura utca az telet van üres helyen, hogy esetleg ott hagyna a feldíszített autókat, véletlen, tehát természetesen véletlenül. Lopják el ott? De hát ott van a vigilancia, a bőrök, no, a csáninál. Van még 3-4 óránk,
van néhány fontos témánk. Az egyik ez a birtokvédelmi ügy. Mennyit bír még az aksink? Majd egy óra. Jó, akkor szuper. Van a birtokvédelmi ügyünk, ami egy kabaré. És erről jutott eszembe, ugye van nekünk a Pityu kabarénk, ott már sokan ott voltatok, amikor jót nevettünk a OTP Pityu nyugati téri fiókvezető teljes hasságain, amit elrendezett a tanúként a bíróság, ugye a rendőrségen. Most ez a birtokvédelmi ügy, ez körülbelül akkora fasság. Én végigolvastam, és csapkodtam a térdemet az irodába, és örülök, hogy nem volt bent senki, de a másik irodákban szerintem lehet, hogy hallották. Úgyhogy ezt most fölveszünk, és ezt a részt majd külön vág ki, légy szíves, ha gondolod. Én nem tudom, mert ugye föl kéne tenni az egészet egybe is, hogy mi az egyszerűbb, hogy megállítod, és utána összevágod, vagy inkább ebből kiszeded majd. Öltöszem, aztán majd, kiszeded, jó? Tehát ez lenne az egyik, amiről még most beszélünk, a másik pedig egy kis érdekes felvezetést találtam a 27-ei tüntinek a megbeszélésére, meg ugye megbeszéljük természetesen a tüntit is, illetve utána már a titkosak lesznek, tehát még olyan pont erre az aksira felférünk. Csak hogy szinte mindenki kapott közülünk egy ilyen birtokvédelmi eljárással kapcsolatos felhívást. Így is egy picit arra tudunk jönni, jó, hogy hát ha lesz majd, mert szeretnénk majd a kamerának is mutatni pár dolgot, meg ugye a csapatot is Krisztián most majd tudja venni. Tehát ugye először is kaptunk egy nagy borítékot, a nagy borítékban ráragasztva egy kis boríték, tehát ez egy ilyen kis aranyos történet volt. De biztos, hát van a kis borítékban is egy levél, tehát ugye a nagy borítékra a kis boríték, és a nagy borítékban pedig egy egész komoly anyag volt. Meg is lepődtem, de amikor mi ezt megkaptuk hétfőn, akkor már többen szóltatok, hogy mekkora fasságok vannak benne, és ezekről a fasságokról egy picit beszélgessünk, jó? Azért is, mert ugye ez már a második birtokvédelmi ügyünk OTP-től, ráadásul Oktogon téri OTP-től, és egy kicsit így, én azt mondom, hogy erre büszkének kell lennünk. Tehát, hogyha egy bank hisztizik, mint egy fürdős kurva a jegyzőnél, hogy a jegyző bácsi, nem is tudom, hogy hívják a jegyzőt, de azért már megmondani, hogy ne jöhessenek be többen, mert már nagyon idegesek vagyunk, de körülbelül erről szól ez az egész. Arra azért legyünk már büszkék. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon, nagyon büszkének kell lenni. Ugye ez volt augusztus 17-én volt az oktogonos történet. Össze is rakta a valami Alexandra, vagy nem tudom kicsoda, ő csak elküldte, tehát valami ügyvéd, Adrián. A Gia Alexandra csak az ügyintéző volt, de valaki a, nem tudom, hogy hívják ezt az ügyvédet. Kapeller Adrián, így van. A Giga Alexandra, ő a városnak, tehát az önkormányzatnak az ügyintézője. Tehát az Adriánt megtalálták, hogy valami nagy fasságot rakjon össze. Ugye október 22-én érkezett be, tehát elég sokat ücsörögtek rajta, tehát augusztus 17-től október 22-ig, és küldtek mindenféle DVD lemezeket is. Ugye azt mondja a jegyző, hogy... Elnézést, ez az Oktogoni. Jó, hogy Laci küldtek csak. Találkozták, hogy tanúként. Az nem. Az más, ez teljesen más, ez a rendőrségre néz tanúként. Érdekes kérdéseket fognak feltenni, ismered a szervezőt, kiszervezte, miért mentél oda, ilyeneket, persze semmire nem emlékszünk. Hát annyi van, nem emlékszünk. Ezzel kapcsolatban van egy rendőrségi ügy is. Azért, mert hogy nem. Hogy az még folyamatban van? Igen. Igen, tehát van egy rendőrségi ügy, és van a birtokvédelmi ügy. Ezt kezeljük külön, tehát ugye a rendőrségi ügy, ahol az OTP tett egy feljelentést a rendőrségen, gyülekezési joggal visszaélés miatt, és ez amit a rendőrség intéz, és az OTP ugye kérte az igazoltatást, és az igazoltatás alapján, amit ugye írt a 6. kerület mindannyiunknak, hogy kiadta az adatokat, az ez a birtokvédelmi, gyakorlatilag polgári peres eljárás. Amire kiadták az adatokat, igen. Tehát ez az a polgári peres eljárás, ahol egy birtokvédelmet kér az Oktogoni OTP fiók a 6. kerületi jegyzőtől. 15 nap alatt le kellene folytatni ezt az eljárást, nyilván ez nem fog menni, hiszen 11 nap után küldte ki eleve a jegyző, vagy akkor kaptuk meg ezt, van aki még később, és ugye 8 napos határidőnk van rá, hogy erre reagáljunk, ugye ez még mind a jegyzőtől, és ugye a PTK 5. paragrafus, 5. nem tudom, első bekezdése, birtokvédelem illeti meg, ha birtokától jogalap nélkül megfosztják, vagy birtoklásában jogalap nélkül háborítják,
igazából, mivel a jogalapunk megvolt rá, tehát az alkotmánybíróság határozata, az alaptörvény 9. cikkelye a szabad vélemény nyilvánítás jogát mindenkinek garantálja, és ugye ott nem történt más, mint hogy szabad vélemény nyilvánítás, egy nyilvánvaló jogsértésre, hogy a bank tisztességtelen volt, az ügyfeleivel erre törvény és bírósági végzések is születtek. Az egész társadalmat érinti, hiszen több százezer levelet küldtek ki a bankok ezzel kapcsolatban. Tudjuk, hogy összesen 1 000 milliárd forintnyi összeget kellett visszafizetni az ügyfeleknek, tehát teljesen jogszerű volt a véleménynyilvánítás. Tehát volt jogalapunk, tehát még hogyha a bankot onnan ki is raktuk volna, akkor sem lett volna jogalap nélküli a birtokháborítás, hát így meg végképp nem, tehát ugye azt mondja, hogy háborítjuk a birtok, de meg is hozhattuk volna, hiszen nekünk ehhez jogalapunk van, tehát ezért nem lehet jogszerű a birtokvédelem, és akkor ugye itt most még arról ír a jegyző, hogy hány napig fogja ezt az ügyet tenni. Ugye ugyanaz a jegyző, aki egyszer már elküldte a büdös picsába az OTP-t, a korábbi, nem is tudom mikori birtokvédelmi ügye miatt, tehát ez ugyanaz. És akkor nézzük ezt kicsit át, ezt a birtokvédelmi ügyet. Ugye ez a Kapeller Adrien adta be, jogásza az OTP-nek, ugye egy valamit ez mindenképpen elárul, hogy nem Gera Vörös páros adta be, míg az előző birtokvédelmet ők ketten adták be, tehát mondjuk azt, hogy Gera Vörös megbukott. Teljesen, tehát egyszerűen szart se érnek. Tehát két faszkalap, aki az NND-től átment az OTP bankbiztonsághoz, és egyszerűen még arra se jók, hogy egy birtokvédelmi határozatot összerakjanak normálisan, mert nem képesek rá. Tehát egyszerűen nem. Tehát impotens mind a kettő. Abszolút ez van benne, jogilag mindenképpen. Azt mondja, hogy ez a birtokvédelmi kérelem, hogy augusztus 17-én a Nem adom a házamat mozgalom vezetőjének, Póka Lászlónak az irányításával. Tehát ugye már hazugságok vannak, egyrészt nekünk nincs vezetőnk, másrészt pedig... Nem így volt, hogy de most nem vagyunk. Hát meg én nem az én vezetésemmel, és nem vagyok a... Ennek a vezetője. Én vélemény nyilvánítani mentem, tehát mindenki azért ment, amiért akart, én vélemény nyilvánítani mondtam el, tehát ez benne van. És azt mondja, hogy rendzavarás résztvevői ellen, tehát a rendzavarás az egy jogi fogalom, aminek megvan a törvényi tény. Hogy például olyankor követhet el valaki rendzavarást, ha a rendőrség felszólítja, hogy egy területet hagyjon el, és nem hagyja el, az például rendzavarás. Mit ért bele, rendzavarást vagy rendzavarás gyanúját? Rendzavarás résztvevői ellen, tehát itt rögtön egy hamis vádat már is föl lehetne tenni. Hamis vád, tehát igazából azt mondom, hogy ez Adrien is gyakorlatilag megbukik, mint jogász, mert ugye tettem is feljelentést valahol ellene, nem tudom ki ellen, de nem neki, csak írtam. Na, nem tudom már, mi történt. Na, itt föl vagyunk sorolva jó sokan, én azt gondolom, hogy lehet őket hősöknek nevezni, Varga Csilla, Németné Tócs Zsanna, Sándor Laci, Vince Krisztián, Golcs Ferdinánd, Bozsik László, Póka Anita, Póka László, Jávor Kálmánné, Tóth Judit, Bartó László, Dán Judit, Kajdi Józsefné, Kovács, igen, az első, benne van. Kovács, időben megtörtént a dolog. Jobb később, mint Zsavi. Kovács Ilona Mária, Kövesi Katalin, Lapu Irén, Szekeres Mária Katalin, Ukrinim Levéla, Beres István, Tóth Lászlóné és Vajdai Tamás Antalné. Tehát ezek az emberek voltak azok, akiknél... Én valahogy kimaradtam az igazoltat. Nem tudom, a felületesek voltak a rendőrök. Most én összeszámoltam, hogy az 22 személy. A rendőrség 24 személy vont intézkedés alá. Az a kettő hol van, de itt meg további három személy. Igen. Már jó, hát azt azért tudjuk, hogy a jogászok nem a matekjukról híresek, de hogy a rendőrség hol kavart el, azt nem tudom. Ez így ebben benne van. Ugye azt mondja ez az OTP, hogy intézkedés alá vontak, egy nagy lószar, csak igazoltattak. Ugye nem a rendőrség akart intézkedni, hanem az OTP kért egy igazoltatást, kölcsönös igazoltatást, hogy később eljárhasson, és ugye mi is kértünk ilyet. És itt van a nagyon fontos dolog, szándékegységben vettünk részt, előre megbeszélt terv alapján cselekedtek. Hát ez viszont ilyen gondolatolvasás, de a szándékegység az jól látszott.
Ugye megtettük a Nem adom a házamat Facebook oldalán, nagybanki ügyintézés címmel, bankellenes megmozdulást hirdettünk augusztus 17-én. Ők az elsők, tehát én biztos vagyok benne, hogy ők az elsők, akik megnézik. Ez a videó is szerintem alig várják, szerintem tükörülnek, hogy nincs élő közvetítés. Már fogadások vannak, hogy mi lett benne. És az volt, hogy az volt a szándékunk, hogy a banki ügyintézést ellehetetlenítsék. És megint azt mondom, hogy legyünk kurvára büszkék magunkra, vajon létezik-e még Magyarországon olyan szervezet, akinek a honlapját ilyen módon nézi a bank, és ilyen módon tételesen kiírja, mi a szándék, mit szeretnél, rettegnek, tehát be vannak szarva, ott fosnak szerintem, de erre még lesz néhány dolog erre. Beidéztek vastagon egy írást, ezt most egyébként nem tudom, hogy ki írja, hát hogyha megtudjuk, augusztus 17-i demonstrációt az Oktogonon tartjuk, és miután a bankban bonyolítjuk, így nem kell előzetesen bejelenteni. Az akció neve nagy banki ügyintézés, az esemény oldalt Póka Laci hamarosan elkészíti, ezt nem ezt jegyzőkönyvből írták. Igen, ez nagyon jó. Reméljük, hogy elég sokan leszünk ahhoz, hogy az előzőnél is ütősebb legyen. Aki úgy érzi, hogy akár az előadást is, előállítást is bevállalja, az jelezze egy fekete kendővel, a sárga póló természetesen most is előny, mert jól mutat, és már szimbolikus értéke van. Ami nagyon fontos, hogy a békés jelleget mindenképpen meg kell őriznünk, nekünk sikerült is az őröknek, nem? Arra az esetre... Ha a rendőrség nem kezdené meg az oszlatást, megvalósítjuk a 8 órás leülést, melyet a legutóbbi előállításokkal megakadályoztak. Ki volt ez? Tudjátok, hogy ki írt ezt? Nem. Bejegyzés. Nem, akkor nem, akkor... De össze-vissza írjálta ezt. Figyelj, hogy akkor már nyilvánosak voltak a mozgalmi terül a között. És lehet, hogy onnan vették ezt? Lehet, egyébként meg a jegyzőkönyve is. Hogy jönnek ide meg, hogyha a rendőrség nem oszlat, akkor 8 órás leülést. Valaki szerintem ez inkább valaki. Emlékszem, hogy erről volt szó egy mozgalmi terül. Összevághatták, igen, én sem emlékszem erre, hogy ezt valahonnan szedték volna. Megnézzük, hát előtte egy vagy két. Itt vannak hátul a bejegyzés mellékletek, lehet, hogy megtaláljuk. Azt mondja ez az Adrián, hogy a bejegyzésből kitűnik, hogy a demonstrálók rendőri intézkedés kiprovokálása készült. Csak azt nem értem, na hogy ennek hát akkor mi köze van a birtokvédelemhez. Tehát ez nem rendőrség, nem? Prejudikál. Hát meg ez nem is igaz. Tehát nem tudom pontosan, mit jelent ez a rejudikál. Előítélettel. Mi akkor úgy hirdettük meg, hogy aki, ha elég sokan leszünk, és a fekete kertőbe vállalja mindenki, akkor leül. Igen, volt ilyen. Volt ilyen, azért volt ekkora rendőri készültség. Ez egy különböző dolog, hát most egy kicsit, hogy leülünk, hogy még a billetet. Lehet, hogy egyébként pont én írtam ezt a jegyzőkönyvet. És akkor azt mondja, hogy menjünk sorba, jó? És akkor, ha valami ott lesz, akkor hadd menjünk. Tehát azt mondja, hogy és ugye mellékelik az ezzel kapcsolatos megosztásokat. 7 óra 23 perc, ez nagyon jó, hogy be vannak szarva. Oktogon tér 3 alatt, bejárati ajtójára 4 fő, köztük Póka László, sárga színű pólót viselő személy, tehát mindenki sárga volt. Ez a sárga az. Sárga színű, és ragasztottunk mindenféle bankellenes dolgot. Igen, a rendőrautóval fényképezkedtünk, igen, mert én okomban nem voltam ott. 8 óra 16 perckor Póka László 2 nő társaságában, mindhárman sárga színű pólót is elkezdtünk. Hogy beléptünk a fiókba, ügyintézés nem állt szándékunkba, a Póka Laci annyit közölt, 9 órakor visszajövünk. Ez bankban. Figyeljetek! Nem volt itt kell valamit, ez már jó. 9 óra 1 perckor Póka László vezetésével összesen 20 fős, sárga színű polot is elmondott! Fekete kendőt, nem mi? Az fő se tűnt neki. Ezek be fogják tiltani a sárga szín. Tehát a következő törvény, devizás törvény, figyelj, sárga színbe tiltás. Figyelj, meg szegény kínai
ruhaárusokat összefogdossák majd a piacokon, akivel sárga póló van. Tudjátok, az lesz, mint 2013, amikor a Bömbit akartam menni, akkor ugye több webshopban mondták, hogy nem tudnak adni, mert a rendőrség felvásárolta az összes. És elmegyünk legközelebb a kínaiakhoz, hát nem tudunk, a sárga című póló, megvette a bankár, megvette. Nagykövér bankár, szállj, kíváncsi! Nem baj, vetszünk AliExpress-en. Igen, megveszem fehérre, és sárgába be. Te fejlődjük ott a hosszógépbe. Na, és akkor azt mondja, hogy elmentünk a sorszámíró mellett. És teljesen elfoglaltuk az ügyféltára. Úgy elmentünk mellette, hogy megsértődött a sorszámhívó. A sárgától már az is fél. Papírlapokat tartottunk, szörnyen birtokáborítok, videókamerákkal felvételeket készítettünk, és a bank nem járult hozzá ehhez. Hol a fasz tél? Igen, ki kérdezte? Kit érdekel, hogy mihez járul hozzá a bank? Na, tehát ezek szerintük tiltott. Így van pontosan, tiltott volt ez a dolog, és ugye az a jó, hogy ebben most már megtudtuk a agresszív biztonsági nevét, ugye eddig nem tudtuk, de most már tudjuk, szupor, vagy hogy hívják. Szupor, szatyor. Jaj, gondolom, lehet szatyor, annak van értelme, meg a szupornak is a Harry Potterból is, de ez a szutyor. Szutyor Sanyi. De Sanyi, tehát lehet, hogy a Csányival együtt ünneplik valami névnapjukat. És nyomatékosan felszólított, hát persze lögdösött, hogy hagyjuk abba és menjünk kifele. Na de minket ez nem érdekel. És akkor ugye miért ez Gabi kabaréként fogjuk kitenni, ugye Kardos Gábor a fiókvezető, tudjátok az a vékony magas csávó, mindig abban ugyanabban a kék kockás, pici kockás inkbe szokott lenni. És fekete. És fekete farmer, igen. Most nem tudom, hogy ebből van neki egy egész tudat. Hetette ruhástól ki most. Tehát ők ketten, a Szutyor Sándor 9 óra 2 perckor, meg 16 másodperckor is, igen, a csoport egyik tagját, magas, rövid, összes hajú férfi hátán fekete hátizsákkal, és aki a Nem adom a házam oldalán Golcs Ferdinándnak nevezik. Golcs Ferdinándnak látszó személy. Ferdinándnak tisztelni. Egyébként azért nagyon jó, hogy ugye szerintük 9 óra 1 perckor mentünk be, de 2 perc 16 másodperckor már Golcs Ferdinánddal birkózott. Ja. És nem szerintem mondja, férfit karjánál fogva megkísérelte. Kivezett? Jó. Megkísértett. Lehet megkísértett. És akkor te ellenálltál, kirángatta a fogásból, és nem volt hajlandó elhagyni a fiókot. Tehát itt ugye meg leírják a garázdaság bűncselekményét maguk ellen, úgyhogy ezt mindenképpen vinni kell majd a rendőrségre, hogyha megyünk majd videót nézegetni, és ott fel kell hívni az ügyintéző figyelmét, ott vannak a képek. Én hívtam, nagyon érdekel. Nem a videót, nem a videót látják, hanem az ő videójukat fogjuk megnézni a rendőrségen. Ja, mert az itt nem tisztázunk valami, a mi videóink rendőrségi használatra jogdíjasok. Ja. Most egyébként ezt lehet, hogy Szabinának is be kell majd adnunk, hogy a demonstráló csoport tagjai közben azt skandálták, hogy a vagyonőrnek, tehát már ők is csoportként kezelnek. Tehát milyen érdekes, és demonstrálók meg is csoportnak kezelnek, ott meg nem, és egyébként meg gyülekezési jog megsértéséért folyik ellenünk eljárás, vagy ismeretlen személy ellen, úgyhogy az viszont meg is lesz az a kihallgatás harmadikáig szerintem, úgyhogy abból vinni kell. Tehát akinek ez megvan, ezt az ügyet be kell majd neki vinni, viszont ez itt egyértelmű, ezt le tudjuk másolni, és akkor bevisszük a Szabinának, ha dörüljön. Igen, én ugye sajtótájékoztatót tartottam, akkor ugye az idősebb férfit is karjánál fogva vezette, én meg azt láttam, hogy ütötte, de az mindegy. Rugdosta, igen. És ő is a Facebook oldalán Ukrin Imrének nevezett. És Ukrin Imre, aki közel hajolva a szatyorhoz. Hát a szatyornak a fülét fogja. Imre legközelebb. És Imre tőle nagyon beszartak, mert azt mondja, hogy
fenyegetőleg azt kiabáltak, vegye le a kezét a felvételeket készítő idősebb férfiről. Hát ez kurva jó. Így mondták pontosan. Valami ilyesit mondott, hogy vegye le a kezét. Hát de így van, hát most egy idős ember, ez a szatyor elkezd molesztálni, rugdosni. Hát az a, ez az elvárható, és az Imrének emlékmentő életérvet kellett volna kapnia október 23-án a parlamentbe, hogy egy idős ember védelmére kell. Kérdez, de ki volt az a idős bácsi? Rajt benne van a felsoroltak között. Fényképet készített. Igen, máskor is már fényképet. Van, ez egy fotóművész. És hát ugye, ami nagyon basztatja őket, hogy a Póka László több pulthoz is odalépett, és megzavart a szórólapokat, helyezett a pultra. Segítette az ügymenetet. Abszolút, tájékoztatott az ügyfeleket. Most ami fontos, és ugye 9 óra 12-kor már egy csomó civil és egyenruhás rendőr érkezett a helyszínre, tehát összesen 12 perces megmozdulás volt ezek szerint, 12 percet meg bármelyikon kibír. És a fiókvezető kifejezetten kérte, én meg azt mondanám, hogy letérdelt, leszokta a rendőröket, és könyörgött, hogy ki őket. Hát inkább én ennek tudnám ezt, de. Igen, volt 20 perc. Igen, és a top szavarra volt is. 12-ből 10 elmenet. Ez a léci, vezessétek ki, léci. És aztán mióta ott az előtérben igazoltattak minket, összesen 38 másodperc, tehát mi 12 percig voltunk a bankba, a rendőrök adtak még nekünk 16-ot. Tehát fasz a gyerekek voltak, mert ugye ők többet demonstráltunk miattuk, mint bárki más. Ők többet demonstráltak, mint mi. Így van, mondd úgy. Így van, és akkor Póka László, mint a fekete hajú, fekete kékbetétes hátizsákot viselő férfinél, Winter Christiannál, tehát volt, ez ugye megmondták, de akkor minek írták le, hogy milyen ruhában volt, amikor tudják, hogy Winter Christian. Tehát azért ez nem akármi már, hogy csak ebben az ügyben Ferdinándot, Imrét, Krisztiánt, nincs fekete hajam, és engemet is megemlítenek már név szerint a bankárok. Itt van ugye, kilistázzák a videónkat, hogy mikor ki mit tartott, mikor kivel dulakodott, ez nagyon frankó, és ez nagyon jó egyébként ez a videólistázás. Távozás, amivel nagy hangzavar és tumultus miatt lehetetlenné vált az ügyintézés, ezt ugye a fiókvezető Kardos és a szatyor tette meg. Igen, a felvételek megerősítik a fentiekben leírtakat, sárga pólóban érkező személyek nem ügyfélként, hanem demonstrációs célra érkeztek a bankba, majd nem fejeztük be a demonstrálást, és nem is távoztunk, ki gondolta volna, hogy ezt majd mi így fogjuk tenni, és kivizetésnek ellenálltak. Közrefogtuk, hogy ellenálltunk az őrnek őr kivezetési kísérletének. És a vagyonőr nem vezethet ki. A vagyonőr többször is közrefogták, fenyegető kijelentéseket tettek. Tehát azért ez is egy komoly dolog, hogy egy őr ennyire megrettenjen a bank néhány embertől. Tehát megint azt mondom, hogy akik otthon ülnek, mi a faszra várnak? Hát hogyha bementek 10-21 bankba, akkor ezek fejvesztve menekülnek a picsába. És hogy bemennénk egyszerre 30 bankfiókba Budapest, nem 10-20, nincs az a rendőr mennyiség, aki oda ki tudna jönni. Pat helyzet lenne. Igen, azt mondja, hogy közforgalom előtt nyitva álló magánterület, tökéletes, és azt gondolja a bank, hogy ő ott kialakíthatja a magántartási szabályokat, és azt mondja, hogy a rendőrség felé nem bejelentésre kötelezett a mi demonstrációnk. Ők viszont azt gondolják, hogy csak a birtokos kifejezett engedélyével lehet, ilyen nincs, és hivatkoznak egy ombudsmani állásfoglalásra, de ugye nem jelölték meg, hogy melyiket, tehát ezt a jegyző már nem is veheti figyelembe, hiszen honnan tudjuk, hogy van ilyen. Általában az ingatlan jogszerű használójának hozzájárása nélkül nehezen képzelhető el a rendezvény jogszerű volta. Na most, mi az első szó? Mi az első általában, szó? Na ez nem általában azon kívül pedig ugye azt mondja, hogy nehezen képzelhető el. Hát azért, mert valakinek gyenge a fantáziája, hát elmegy a büdös picsába, miért tudjuk képzelni? Mint ahogy látjuk. Ez nem egy exakt jogi kategória. Nem, mind van, nehezen elképzelhető. Az mindegy, hogy ki volt ez az ombudsman, ugye nem tudjuk, hogy ki volt, mert ezt az ombudsmanit, ezt be is kell itt jelölnünk, mert
mert nem jelölte meg. Hát meg kellett volna jelölni, hogy melyik ombudsman, hol, mikor mondta ezt, ugye nem is így, akkor nem létezik. És ugye hát nem így van, nem jogi kategória, hogy nehezen elképzelhető el. Tehát akkor nem tilos. Csak nehezen tudjuk elképzelni. Hát persze, nehezen. Hát én azt gondolom, hogy 30 évvel ezelőtt a mobiltelefont is igen nehezen képzelte el valaki, nem? El tudnátok képzelni ezt a mobiltelefonotok? Vagy az, hogy a mobiltelefonoddal Facebookozzon az okostelefonoddal? Hát nem tudtad elképzelni 30 éve. De... Illetve Leonardo da Vinci előtt a repülőgépet és hasonlók. Így van, ezt is nehezen képzeltük el. Na, szóval ettől függetlenül itt van, akik ők leírták, hogy ez teljesen jogszerű volt. Attól, hogy nehezen elképzelhető, még jogszerű, tehát nem tilos. Igen. Tehát ő szerintük ez főszabály, hogy kell a tulajdonos hozzájárulás, szerintem meg nem. És akkor mellékelik a házi rendet, mi szerintük tilosod bármit tenni, de hogy a kövérnek a házi rendje nem érdekel, akkor még gondolják, hogy az övék igen. Most, de ez az a házi rend, amit most kreáltak. Amit ráadásul mostanában. A Hány Péter valamit közzétett ott a Facebookon, és hogy állítólag ez valami csak vadi új. Majd ott van a dátum, mert a vadi új, júniusi. Tehát ez a májusi bankoztatás után kezdették. És akkor kérik a tényállás tisztázását, a birtokháborítás elkövetésének megállapítását, és szeretnék, hogy a birtokháború személyek eltiltását a bankfiókokban megvalósul további birtokháborító magatartástól. Tehát könyörög egy bank, hogy ne vehessünk be, hát ennél de, nagyobb elismerés. Hát ez így, és akkor ilyen arcfelismerő, sárga pólóval tilos bemehetett volna. Hát vagy egész egyszerűen azt gondoljuk már el, hogy ez a jegyző ebben az esetben csak erre a bankra hozhatja. De hát azért több ezer bank van még ebben az országban. Azon kívül meg ki a faszt érdekel? Tehát érdekel bármelyikünket is, hogy jegyző véletlen megírná, hogy aj, hát Pókalacika, légy színe, menj már be a bankba. Szerintem már ott toporognak a rendőrség előtt a nyugati OTP-s fiók vezető, hogy nehogy ide engedjétek, ez egész biztos. De holnap megyek egyeztetni a 27-ét, és én mondom, hogy nem nagyon érek rá a héten, meg a rendőrségnek is sok dolga van a holnapi nap miatt, és mondom, semmi gond, akkor hozzátok meg a dolgot, majd utána egyeztetjük. Hát az a parancs, hogy ezt előtte kell egyeztetni. Mielőtt lejár a határidő a rendőrségnek az elutasításra. Tehát mindenképpen mennem kell. Na. Igen, és akkor itt írja, hogy felhívja a jegyző úr figyelmét, hogy hasonló cselekmény miatt a május 20-án szintén a bankban történt demonstráció miatt már kértek birtokvédelmet. El is utasította. Elutasította. Mi is felhívjuk a jegyző úr figyelmét, hogy csak így tovább. És azt mondja, hogy a kérelemben megjelölt személyek, valamint a Nem adom a házamat nevű mozgalom tagjai birtokháborító cselekményeikkel nem hagytak fel, sőt, éppen a jegyző elutasító határozatára hivatkozva érzik jogszerűnek tevékenységét. Tényleg, jegyző urat szeretjük, meghívjuk a következő rendezvényünkre, elsősorból nézheti. Olyan érdekes ez, hogy hát ugye több rendőrségi végzésünk van már róla, sőt ügyész, nem ügyész, hogy hívják az, de ügyészség, akik azt mondják, hogy nem kell bejelenteni, teljesen jogszerű, hogy ott vagy a bankban, tehát ez tökéletes. Meg és ugye, ha szükséges tárgyalást szíveskedjen tartani, én meg kifejezetten fogom kérni a tárgyalás tartását, hogy ott legyünk, csatolja a Kardos Gabi feljegyzését, a Szutyor Sanyi feljegyzését, és még egy csomó minden, például OTP házi rendet, amit mindjárt átbeszélünk. És hogyha lenne szükség további információt, akkor szívesen adunk. És mondja meg, hogy mit szeretne azért, hogy megcsinálja ezt. És akkor mindezt a Kapeller Adrián bármit hajlandó megtenni a jegyzővel, csak hozzon már végre egy ilyet. Tehát azért, hogy eddig hogy tud alacsonyodni egy jogász, tehát doktor ott van az elején, gondolom jogi doktor, tehát feltételezem, hogy az. Tehát egyáltalán bárki, aki elvégez ennyi iskolát, egy ilyen szakmát. De az megvan az ide vonatkozó vicc, hogy mi az az akula. Akula, viccet mondok. Mi az az akula? Hát a doktoriától megfosztott vámpír. Jó, Dracula! Jó,
Csatoltak egy meghatalmazást az Adrien, nem tudom, hogy mennyit kaphat ezért, de vége a karrierjének. Hát figyelj, de szerintem a 2 évet, igen. Hazán benne van. És akkor van itt egy feljegyzést, amit a Gabi kabaré főszereplője, Kardos Gabi készített. Plakátokat ragasztottunk 7:30-kor, szerinte, majd 9-kor bementünk, és 9, megmondtuk, hogy 9-kor jövünk, de nem hazudtunk, nem? Ja. Megmondtuk, hogy 9-kor jöttünk, 9-kor jöttünk. Tehát nem. És akkor tudjuk azt, hogy a Pronobiscum, hát hogy lett ilyen hülye neve egy ZRT-nek, tehát vagyonvédelmi ZRT-nek. Na mindegy, tehát ez volt nekünk. Megpróbáltak kivizetni az egyik demonstrálót, aki kezét kitépve intézkedésnek ellenállt. Ugye ez 9:01-kor mentünk be, erre való tekintettel figyeljetek, 9:02-kor rendőri intézkedést kértem a 112-es számon. Egy perc után a 112-es, a Gabi. Olyan kemény vagy, Gabi, bazd meg. Szóval mi lesz? 112-t fél egy perc múlva. Ki kellett volna szólni az ablakon. Igen, ennyi kellett volna, de kapom itt, gyertek már be. Gyertek be, légy, gyertek már be. De mit mondhatott a 112-ről? Egy perc után ő a 112-ről már. Itt vannak! Itt írja, hogy 7:30-tól 7:45-ig a helyszínen tartózkodó bankbiztonsági munkatárs eligazítást tartott a bank. Az még mindjárt jön, jó, még először beszéljük át, mert ez még a Kardos Gabi feljegyzése. Ja. Jó, mindjárt azt is mondjuk, az is nagyon jó, de azt majd te mondod. Ugyan, hogy kezdődik, jó. És azt mondja, hogy 4 kivezetési kísérlet történt. Ezek olyanok, mint a Bakó, ilyen villámgyorsabb, hogy az 1 perc alatt 4 kivezetési kísérletük volt, és utána fölhívták a rendőrséget. Tehát a Bakó is 22 másodperc alatt 3-szor földön gyorszolítani. Kurva gyorsak. Lehet, hogy haverodok. Miért a Bakó is úgy hadart, hogy azzal a tempóval föl lehet? Milyen gyorsan, és akkor beírták, hogy 9:13-kor megjöttek a rendőrök, ott még 20 percig baszakodtunk és föltartottuk a fiókot, ugye a rendőrök segítségével, nagyon abszolút jó fejek voltak, és örülök is most már, hogy ott akartak minket igazoltatni, az olyan jól nézett ki, nem? Hogy ott, de egyébként nagyon jó volt a rendőrség hozzáállása. Nagyon abszolút jó volt. Jó, mondjuk én még el tudtam volna képzelni, hogy egy kicsit ütök ezt a szutyort, meg a Kardost, azt így el tudtam volna képzelni, hogy tudod, egy kicsit úgy félrehívták volna őket, meg bilincselik és verik. Ja. És akkor már azt mondják, hogy beleverte a fejét a autóba. Majd üti őket a... Most ez a fő mondat, figyelj. És akkor Csilla, légy szíves, ez a tiéd. Na, bocsánat, azt azért kezdtem el az előbb mondani, hogy 7:30-tól 7:45-ig a helyszínen tartózkodó bankbiztonsági munkatárs Tiger József eligazítást tartott a bankügyi intézők és vagyonőrök részére. Hát, hogy itt mondták, hogy milyen gyorsan kell cselekedni, hogy... És mi az eligazítás? Tehát reggel a bank van, hát azt, hogy mi megyünk. Tehát ők 7:30-tól... Nem bankbiztonsági, hanem bankbiztonsági. Bankbiztonsági. Azt írja, hogy a bankbiztonsági munkatárs Tiger József. Ez egy új fogalom. Bankbiztonsági munkatárs. De azért ez nem semmi, nem? Tehát vajon van-e még egy olyan szervezet, aki miatt reggel 7:30-tól 7:45-ig egy bankban eligazítást tartsanak? Tehát azért... Sajnos nincs. Sajnos nincs. Lehetne, minden nap, vagy minden hétben. És itt a felsősorban lehet, hogy befostak a biztonsági őrök? Ez lehet, hogy ezek készültek, hogy azért nem folytatták tovább a fizikai kényszer. Igen, de még várjunk, menjünk itt, van az eleje, hogy a 7:30-kor megjelentek, tehát hogy ezek Ipacs Tibor és Jónás László, tehát hogy mennyien, Ipi Apacs, tehát hogy mennyien oda mentek miattunk, tehát azért elég csak bejelentenünk, hogy megyünk és már mennyien ott vannak. Nagyon szép. Arra jegyzem meg, hogy amúgy gyerekek olyan baromi félelmetesek vagyunk, nem? Igen. De ő is leírja, ő most a szatyornak, ez a szatyor feljegyzése, ő leírja, hogy ugye sárga pólóban mentünk be. Amiben mentünk volna. 9 óra, mesztelenül nem mentünk, nem? Na, az lenne a fejtartóban. Ja, az lenne, sárga. És akkor mondja, hogy megfogta és testi kényszert alkalmazott. Tehát itt leírja a szatyor, hogy a Golcs Ferdinánd ellen testi kényszert alkalmazott. Nagyon jó. Majd észrevette az idősebb férfit, aki őt kamerázta. Tigris.
Igen. Tiger József. Igen, Tiger József. Tiger József. És akkor lányára azt mondja, az állásom elvesztésével ő is feljelentéssel fenyegetnek. Micsoda tragédia. Hatalmunk van. És akkor itt amit Ferdinál mondtál, a második oldal teteje, ez nagyon jó, tehát ettől beszarhat mindenki. Nem én mondtam, ezt írta a szatyor. Tehát további intézkedést, fizikai kényszer. Azért nem folytattam, mert a jelenlevők agresszív, ellenséges magatartása vélehetően nem kíván, erőszakos cselekményi fajulhatott volt. Tehát szatyor beszart! Gyerek Ferenc beszart a szatyor! Összefosta magát! Nem voltak az agresszívek, nem? Értem, de Jenike, hát beszart, nem mert többet csinálni, mert amikor ti rákiabáldatok, hogy hagyja abba, akkor szatyor beszart. Hát ennyit kell csinálni ezekre, rá kell üvölteni. Hagyd abba a kurva anyádat is abban. Amikor ezt szóltál, abba hagyta, nem? Így kell bánni, mint a kutyával, nem? Kutyával se bánni. Kutyával jobban kell, nem. Kutyával jobban így. És akkor ugye mondja, hogy itt a 24 órás Zórában ugye minket igazoltatok, valamint engem is igazoltattak. Csodálom, hogy nem sírta el. Egyébként menekült a patkány, mert folyamatosan került a rendőröket, és többször szólni kellett a rendőröket, hogy őt is, mert az el akart menekülni. És akkor itt vannak a felvételek, ezt mindenki megkapta, mindenféle az akciónkról a bank készített rengeteg sok felvétel. Belevillantod egy kicsit? Igen. Mert a demonstrációt nem főszámoltak, és nem volt kivezetés. Megkért szépen a biztos, hogy jöjjön már ki. Persze, azért nincs is rendőrségügy belőle, és akkor ezt is csatolták, hogy az ügyintézőkhöz való fel kívásunk, ugye ebből adtunk nekik, vagy hagytunk a bőrrel. De nem szép színeset, hanem fénymásoltak. Mert a jegyző már csak fénymásoltak. Igen, nem dobtak ki mindjárt. Széthorták a ponti dolgozók. De még azt is hogy egy nénit szegény ki kellett kísérni, mert úgy megijedt a tömegtől. Igen. Fokozás. Vannak feltételek a sajtótájékoztatóról, a rendőrség intézkedéséről, kinti beszélgetésekből, és majd lesz itt mindig. Biztonsági őr volt. Igen, arról nem. Három hát ugye volt négy fő. Három fekete más, és egy másik az nem volt a kultúra. Csak ez a szatyor jött oda. Akkor a szervező biztonsági őr volt egy, és akkor ez a három fő volt a kultúra. Egy gyors reagálás. Volt, hogy csak mosolygott a fickó magát. Volt ez a szatyor, és a többi ott a pult alatt reckedett. Ezek a Pronto, vagy hogy hívják, nem tudom. Prosto. Prosto cég. Ott állt a tőke, belőgött az egészen, mert hát ő neki nem ez a feladata, amit és miért foglalkozik. Az a feladata, hogy ha valaki viszi a kasszát, akkor az. Így van. A prostókat meg oda hívták azért, hogy... Egyek meg ilyen gyors reagálású lenne, hogy odajöttek. Külön kaptak érte lóvét. Na, és akkor itt a Monk házi rendje, amit már többen felvetettetek, ez nagyon érdemes megnézni. Ugye egyrészt a dátum június 19-én tették közzé, tehát a májusi akció után. Hát ez azért lássuk be. És a májusi akció után ugye azt mondják, hogy csak az mehet be a bankba, aki a bank szolgáltatásait igénybe akarja venni, illetve azt is beleírják ebbe a házirendbe, hogy ezt ki kell tenniük, vagy kihelyezik a bankfiókba. Ugye Csilla volt benne a bankfiókba, és azóta se találja, tehát nem találja ezt a házirendet. És akkor ilyeneket határoznak meg, hogy a ügyintézőnél hány fő tartózkodhat, illetve hogyha sokan vagyunk, akkor egy külön tárgyalóba is elvisznek minket, ha akarjuk, de ez időpontot kell egyeztetni. A bankfiókban... Hát valaki, most sokan leszünk. Most sokan, igen. A bankfiókban tartózkodó személyek számát is meghatározhatják, illetve ha sokan megyünk, akkor be is zárhatják a bankfiókot, tehát ezeket írják ebbe le. Aztán, ha nem léphetünk fel erőszakosan, nem fenyegethetjük a bankárokat, meg nem mutatjuk nekik azt, hogy gyilkosok. Nem tehetünk demonstráló lapokat, nem hangoskodhatunk, nem készíthetünk felvételt. És ők? Mert ezek szerint igen. Nem mehetünk be piással, ételt, italt nem fogyaszthatunk. Piással nem fogunk bemenni. Ez nagyon jó, a K pont, a négyesnek a K pontja.
vagy nyílt lángot használ, ez olyan, nyílt lángot használ. Hogy fogjuk a következő szűnő lapját megünnepelni ennek a mocsokat? Reméljük már a következőt nem lehet magának. Ja, igen. Például állatba se mehetünk be. Ezt te nem is lát. Állat, vagy állatot sem vihetünk be magunkkal, de bent van bőven. Ja. Ja. Nem kihozni lehet. És ne okozzunk vagyoni károkat. Na. Köszönöm. Ezt ide beteszem, mert így volt sorra. Hát ez egy kabaré. Hát azt mondjuk, úgy is hívjuk, hogy Gabi kabaré most. Na, aztán... Akkor csoportosan? Igen, azt mondja, hogy a jogosult a biztonsági őr felszólítani, amennyiben nem teszünk egy eleget, akkor még annak is, hogy hagyjuk el az épületet. Felszólítani, hogy hagyjuk abban majd, hogy hagyjuk el az épületeket. Jogosult testi erő alkalmazásával alkotmány ellenes. Igen, de azt mondja ő, hogy a vagyonvédelmi törvényben meghatározottak szerint, de ugye abban meg pont benne van, hogy nem. Tehát csak akkor, hogyha ez mondjuk veszélyeztet valamit különösen, mondjuk a hónap alatt szaladok az ügyintézőben. Nem, várjál, az élet és vagyonbiztonságban kizárólag. Csak akkor igen, tehát ebben az esetben ő tehát nem valamit veszélyeztet. Tehát alaposan megsértették ezzel, ugye ezt is föl lehet majd hozni, illetve akár rendőrt is hívhatnak. Ez így benne van. De jó, és akkor ez a 19. Rendőrt is hívhatnak ezzel egyetértő. Tökéletes, ez az egyetlen, amit csinálhatnak, ha nem tetszik neki. A rendőr meg jót őrhatják. Szeretettel a rendőrök. Itt van jó pár lap, ahol a Facebookunkról egy csomó minden. Mondtak ugye Picsányi pincsi kutyái ismét megszívták, de most nagyon. Ez az előző birtokvédelemnek a dolga, hogy az a kép volt, ez a katonás kép, amit Csilla küldött más. Szóval, ki kell, nem baszakszunk, kopasz. Uram, a sárga kulcsokkal, uram, mondja ez Sányi, hogy velük nem baszakszunk. Természetesen a jegyző ezt elutasította. Igen. És akkor igen, hogy a Facebookon miért teszünk. Itt van Fritzi banki kirakat megtörése. Ismételni kell. Így van. Ja, és itt van a izék, ami hétfőn megyünk. Ami hétfőn meg ugye ez a plakát miatt megyünk. De ugye ezt nem is erre a bankra ragasztottuk, tehát ezek ilyen Facebookunkról szedték ezt le. Igen, és akkor itt van, amikor bezárattuk a nyugati téri OTP fiókot, ugye ez arról szól. Hogy? Nem kérni, azt állok majd, hogy majd tenni. Hát ennyi. És... és ugye ez az augusztus 17-ének a meghívása. És mi azt mondjuk, hogy mindenkinek joga van bárhol békésen véleményt nyilvánítani. Jó, hogy mindeniknek a végén az a nyilvánítani. És ugye annyira tetszik nekik ez a kép, hogy ki kell nem baszakszunk kopasz, hogy a sztoriból elküldnek a jegyzőnek. Hát milyen jó, a többi bomba is. Nem viszed bele a színesbe? Ezt szerintem a jegyző ránéz, a szorosát fogja adni. Ő már nagyon örült ennek. És kérdétek, ezt a Csányi is tudja, hogy már most hívják. És akkor még itt van egy, ugye megint itt van a hajlás dolog, ami ugye nem tudom most mivel kapcsolatban. Jó Isten! Idegességükben lemaradt a két szerintem. A szíven szúrjuk a mocskokat. Amiket hozzatok, és mi a program, ugye az augusztus 17-en. Tehát, gyakorlatilag rettegnek, tehát teljesen be vannak szarva, kapkodnak ilyen Adrieneket, vonnak be ebbe a dologba. Hát ha véletlen Adrien nézed ezt, szerintem sürgősen hagydott ezt a szart, amiben vagy, mert még nagyon nagy bajod is lehet. Adrien, vont vissza ezt a nyilatkozatot a jegyzőnél, mert állítsd meg az eljárást. Simán, mert ebből nagy baj lesz. Tehát egyszerűen hülyét csinálsz magadból, tehát nem lesz egy pasi, aki melléd áll. Tehát én nem tudom, de miért nem? Hát, szerintetek valaki ekkora fasságot írsz meg akarja, még valaki dugni, hát én nem. Biztos, a Picsányi biztos. De ne vicceljünk már, tehát a végén még itt a biztonsági őrő. Hát,
Hát nem, mert hát ugye azt tudjuk, hogy nekik meg már nem áll föl. Nehogy is nem fázzen, nem probléma. Na vissza is teszem ebbe a borítékba, és holnap, vagy valamikor, amikor tudom, akkor írok a jegyzőnek, ezeket megírjuk. Istenem. De megkeményedik, ha megfogyasszák. Figyelj, mindenki, aki úgy gondolja, hogy ír a jegyzőnek, írjon, de tehát egy 8 napon belül jusson is el a jegyzőhöz. Ez most a jegyzőnek írta? Ez a birtokvédelem volt, tehát a birtokvédelme ezt küldte el a jegyző nekünk, hogy ugye a jegyző magát a birtokvédelmi eljárás, a jegyző magáról a birtokvédelmi eljárásról tájékoztatott minket, hogyha akarunk, akkor csatlakozhatunk, és ugye ilyenkor elküldi a teljes anyagot, amit ő kapott. És én miért nem kaptam? Azt még nem tudjuk, pedig ott vagy felsorolva. Elvileg kell kapni. Nekem tegnap hajították be, vagy tegnap előtt. Akkor lehet, hogy még nekem nem... is a postán van. Ja, te voltam. Tegnap vagy tegnap előtt hajították be. Mert ugye mi hétfőn kaptuk, többen, tehát mások is hétfőn kapták. Lehet, hogy valamilyen csomagban megy ki. Most gondolj az ilyen csomagokat összeállítani. És a 8 nap az mindig attól... Aki amikor átvesz. Igen. Igen. Nem tud 15. Minden hosszabbodik elvileg, de a múltkor például azért utasította el a jegyző azt, amit én küldtem neki, mert hogy ezzel kicsúszott volna a 15 napból, tehát ez egy fasság. Minden, az egyik elutasította, nem problémázok én, ezzel elutasítja, tehát az jó. No, szóval ez lesz a Gabi kabaré, ezt akkor külön is tegyük fel, mint Gabi kabaré, mert tényleg ez egy teljes fasság. És ezt az anyagot minden fogom szkennelni, és fölteszem, tehát természetesen hadd lássa mindenki. Ennyi oldalt? Hát most... Az a jó, csinálnak nekünk is belőle problémát. Igen, nem egyébként maguk. Jól szkennel, tehát van egy olyan szkennerem, amit így beleteszem, és akkor bam, beszkenneli az egészet, és akkor a Facebookon ugye tud fotóalbumot kezelni, és akkor visszajövő gyorsan tudom. Ja, még a borítéknak a történetéhez szerintem hozzátenném azt, hogy mondták, hogy na, írjon valaki meg, mit tudom én, 24 borítékot meg ki kell küldjük a izét. Csak akkor nem gondolták, hogy ennyi lesz a paksaméta, és akkor rá kellett ragasztani nagyra. A nagy még egyszer nem írom meg. Megfiattak. Igen, ez lehet, hogy megépelték a kicsit. És akkor utána megfér bele, és akkor rátették a nagyra. De ugye az is lehet, hogy ilyenről leszakadt, és így nem jut el hozzá, hogy kapsz egy üres boríték. De megnézheted majd, ha meg úgyis föl lesz. Társaidon. Jó, és annyit akkor... akarok csak hozzáfűzni, hogy ezután sárga pólóba csoportosan nagy tömegű pénzt ne vigyenek az OTP-be. Igen, nem engedik be őket. Nem kell nekik a lóvét. Igen, mert igazából egy perc alatt letepelik őket, vagy kihívják a rendőröket. Nem fogják el azt a rengeteg. Hívja a 112-t. Hát a Györgyikétől sem fogadt el az Unicredit bankra. Most akkor van egy hatalmas ötletem, egy nagyobb összeget viszünk magunkkal, és akkor már rögtön mondhatjuk, hogy ki akartak rabolni. Fizikailag. Az OTP-be nem vihet. Ők átvitik a kárhába. Azok legalább jót röhögnek rajtunk. És ilyen manapság már a bankra volt ki, és nem... Ez így van, csak innentől fizikai esemény történt. Van két fontos ügyünk, mennyi van még a kamerában? Akkor, bocsánat, akkor, tehát, hogy akkor ebben nem foglalkozunk most. Hát én írok, tehát te nyilván... És akkor... Aki akar ír, tehát akartok, írtok, ha nem, tértévevényt e-mailben nem lehet a jegyzővel levelezni, tehát csak tértévevényt. Nem, ezt te megírod, és akkor nekem semmi. Mindenki eldönti, hogy akar-e, tehát én mondtam, én megírom biztosan, mindenki eldönti, hogy szeretne, mindenki csak a maga nevében írhat a jegyzőnek, de akár még kérhetsz tárgyalást is, vagy meghallgatást is. És akkor irodalom, Marika. Na, Aranyosi Ervin, az életedet te irányítod. Minden egyes napod hoz valami újat, és ettől megváltozhat az egész életed. Ha nyitott szemmel jársz e mozgalmas világban, e változást talán még észre is veszed. Naponta kitárul előtted egy ajtó, egy új világra nyitja csukott szemedet. Mindig csak rajtad áll, csak is rajtad múlik, hogy bezárd mögötted a régieket. Ajtók között élünk, néha tétovázunk. Viseljük a múltat, mint a rossz ruhát. Nem melegít régen, kopott, s benne fázunk. Tudjuk, mit sem ér már, de hordjuk tovább. S ha a kirakatnál néha megállunk, sóvárgunk az újra, s az ember tétova, áldoznia kell rá, s megdolgozni érte. Bírja még a régi, nem dobom még oda. Pont ilyen az élet. Az infók, amit érnek, azt hazudják néked, nincsen változás. Cipeled a terhet, amit rád mér az élet, elhitetik véled, hogy nem viheti más.
elhitetik azt is, elnyered jutalmat, álhatatosságért a szeretetet. Ha elég önző vagy, lesz hozzá hatalmad, saját élted éled, ezt megteheted. Mert nem te vagy önző, hanem aki gátol, aki akadályoz, hogy boldogan élj, aki megfosz téged minden új csodától, azt mondja, ne változz, de azt akarja, félj. Elhiszel egy csomó olcsó hazugságot, hogy miért nem jöhet újabb változás. Tudd, hogy életedet te neked kell élned, és hogy mi történjen, nem döntheti el más. Engedj meg magadnak egy kis lazaságot. Csak egy problémádat bonts ki teljesen. Mit kellene tenned? Másképp is dönthetnél? Vagy inkább letennéd végérvényesen? Van egy bűvös kérdés, mire keres választ. Úgy szól, hogy mi lenne? Svárd a válaszod, majd kérdezd meg újra ugyanazt. Mi lenne? S egyre jobb érzés lesz, mind jobb állapot. Minden problémánkat agyon bonyolítjuk, keressük a jóra az ellenérveket. A változás mellett nagyon ritkán döntünk, jaj, de jó is lenne, de mégsem lehet. A gondoknak nem megoldását keressük, mert megmagyarázni sokkal egyszerűbb ezt vagy azt a dolgot, hogy miért nem tesszük, jól megindokoljuk, s inkább szenvedünk. Ez megakadályoz, hogy tovább tud lépni, hogy egy jó megoldást, új utat keres. Miért lenne így jobb? Mit hoz majd számodra? Miért is lett másképp? Vagy miért szeresd? Mit hozhat ez néked? Mi történik véled? A nagy változáshoz nyisd hát meg szíved, jó s rossz között küzd benned, amikor ezt megéled, meríts bátorságot, s erősíts hited. Ennek a hajónak te vagy a kapitánya, ne hagyd, hogy rángassa önző vadvihar, csak is rajtad múlik életed iránya, hogy küzdesz a tenger hullámaival. Mindig te rajtad áll, tiéd csak a döntés, s minden a te hited szerint alakul. Fontos, hogy mit gondolsz, mire serkent vágyad, el tudod-e hinni, hogy nem maradsz alul. Ne engedj hát teret a rossz gondolatnak, negatív érzésnek ne add át magad. Minden hullámvölgyből kiszabadul bárki, ha néhány lépéssel még tovább halad. Nem létezik kudarc, negatív eredmény. Ami rosszul sült el, jóra váltható. Ne aggódj előre, mit is hoz az élet, a pozitív út is könnyen járható. A jó mindig ott van, amerre csak járunk. Csak nem veszed észre, mert lehajtott fejed. Próbálj csak meg egy nap a jóra figyelni, és érezni fogod a szép érzéseket. Keresd hát holnaptól mindenben a szépet, és észre fogod venni az élet csuda jó. Gazdagság és érték, szeretet és szépség a tied, ha te vagy az irányító. Tehát ez csodálatos. Jó! Köszönöm szépen, ki lesz a következő? Mai magyar szerettem az Aranyosi Ervin. Nagyon jó. Nagyon. Én már majdnem így vagyok. Ránk való, igen. És ráadásul, ami nagyon érdekes, hogy miért, ugye nem tudtam, hogy mi lesz ez, de a következő téma is erről fog szólni. Vagy egy kicsit ehhez kapcsolódik, úgyhogy nagyon jó. Következő heti irodalom, kedden. Nem, aki maga vállalja, jó? Következő minden. Judit, Tóth Judit. Tóth Judit, mint házigazda lesz az irodalom. És akkor egy picit a nagyon hasonlít ennek a mondani valójához, ez a sorsunk kezembe venni. Brian Tracynek nagyon sok lelki törvényszerűsége van a Phoenix Szemináriumban, és az egyik ilyen, az egyik kedvencem, az egyik kedvencem ezek közül, a lelki törvények közül a megfordíthatóság törvénye. Azt mondja Brian Tracy, hogy a lelki törvények azok pont olyanok, mint a fizika törvényei, és egy nagyon érdekes hasonlatot hoz. Teljesen mindegy, hogy hiszel a gravitációban vagy sem, ha leugrasz a 10. emeletről, akkor szétlocsansz a betonon. Lehetnek nagyon különleges esetek, fennakadsz egy fán, jön egy szupermen, aki elkap, de általában mindegy, hogy elhiszed vagy nem, akkor is szét fogsz locsani. És ugyanilyenek a lelki törvények is, amiket ugye pszichológusok kutatnak, személyiségfejlesztők kutatnak, és amik nagyon sok emberre igazak, azok nyilván rád is igazak lesznek, függetlenül attól, hogy elhiszed vagy nem.
És nézzük meg ezzel kapcsolatban, hogy hogyan viselkedik az az ember, aki boldog. Tehát hogyan nyilvánul meg a boldogsága a fizikában? Erre keressünk már egy-két példát. Tehát egy boldog ember. Boldog vagy lelkileg, hogyan viselkedsz? Hát, mintha föl-fölött járnék, mikor meg tudtam járni. Szeretetet sugároz. Igen, az kívülről is látszik. Szeretetet sugároz. Mit csinál még a boldog ember? Örül, magabiztos. Örül, mosolyog. Kiegyensúlyozott. Örül, mosolyog. Humoros. Vidám, humoros. Pozitívan látja a dolgokat. Mindenkinek. Udvarolok, udvarolok. Mit csinál az, aki szomorú? Annak hogy nyilvánul ez meg fizikai? Lógatja az orrát. Lógatja, igen. Lógatja. Lehajtja. Panaszkodik. Ezzel szemben a boldog ember panaszkodik? Nem. A boldog ember nem panaszkodik. Nincs. Az miről szokott mesélni a boldog ember? Az örömmel. Sikereiről, igen. Oké. Egy magabiztos ember hogy viselkedik? Büszke. Határozott. Igen, felemelkedik. Nem lógatja az ember. Meghatározni egy magabiztos, mert az ember... Sugárzik róla. Sugárzik róla. Erős. Tehát akkor úgy látom, hogy a bizonyos lelki állapotokat, ugye ami lehet rövid idő, vagy lehet hosszú, és lehet valakinek ilyen az életformája is, boldog, szomorú, magabiztos, ezeket jól meg tudjuk határozni a fizikai cselekedetekkel. Tehát ha látjuk a fizikai cselekedeteit, akkor nyilván meg tudjuk határozni a lelki állapotát. Azt mondja Brian Tracy, hogy ezt meg lehet fordítani. Tehát ha valaki mondjuk boldog szeretne lenni, akkor egész egyszerűen, még ha nem is boldog, úgy kell viselkednie, mint egy boldog ember, és a lelkedben boldoggá fogsz válni. Erre nagyon sok példa van, tehát az egyik kedvenc példa, hogy rossz kedved van, szomorú vagy, biztos volt már ilyen mindenkivel, de oda jött egy barátod, és azt mondta, hogy mennyink van még? Másodpercek. Másodpercek. Akkor ha véletlen leállnánk, akkor itt vége lesz, de hagyjuk az utolsó percig a kamerát akkumulátorba. Tehát, hogyha mondjuk rossz kedved vagy, szomorú vagy, és nincs kedve sehova elmenni, de odajött egy ismerősöd, és elcibált a hajadnál fogva egy buliba. Táncoltál, nevetgéltél, beszélgettél, és lehet, hogy jó kedved lett, boldog lettél. Volt már ilyen? Ez döntés kérdése. Előfordult-e már olyan, majd mindjárt, hogy mondjuk olyan társaságba keveredtél, vagy olyan emberrel, ahol elkezdtek valakit, vagy folyamatosan utáltak valakit, akár bármilyen közösségben, és észrevetted, hogy előbb-utóbb te is kerested, hogy miért kéne azt az embert utálni. Igen, persze. Átragad. Pontosan, mert hogy ezzel foglalkoztál, te is erről beszéltél. Ugyanez, hogyha, bár erről még a szakirodalom és a tapasztalaton alapuló szakirodalom nem biztos, hogy megerősítette, hogyha elkezdtél úgy viselkedni, mint egy szerelmes. Akkor szerelmes lehettél-e? Én akkor mi vagyok, vagy ha úgy viselkedsz, mint aki bátor. De egyébként nem vagy bátor, de úgy viselkedsz, mint aki bátor. Bátorrá tudsz-e válni? Igen. Ez igen. És ebből adódóan ki tudsz-e magadban alakítani egy győztes önképet, egy magabiztos önképet? Mit kell hozzá csinálni? Határozottnak lenni, felemelt fejjel lenni, bátornak lenni, úgy viselkedni, mint egy ilyen ember. Így van, így van. És ez lesz az átvezetés a következő sátoros bulinknak a sajtótájékoztatójához, és itt fogunk majd tovább menni, de ezzel kapcsolatban van-e még? Igen? Nekem az, hogy ez a vonzás törvénye.